namaḥ śivāya. Everybody, welcome to this seminar in Budapest about Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanam. Mindenkit üdvözlök ezen a budapesti szemináriumon, ami a Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanamról szól. Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanam is a scripture of Parabhairavayoga. It's the main scripture of Parabhairavayoga. A Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanam a Parabhairavayoga fő szövege. The meaning is prachodanam, the principles. A jelentés az alapjai, principiumai. Samsthapana means foundation. Samsthapana azt jelenti, hogy alapja. Parabhairava yoga is the yoga of Parabhairava, the yoga of Paramashiva. Parabhairava yoga, Paramashiva yogáját jelenti. We call the god in Parabhairava yoga, we call him Paramashiva or Parabhairava. A Parabhairava yogában az urat úgy hívjuk, Paramashiva vagy Parabhairava. Bhairava means the one who creates terror. Bhairava azt jelenti, hogy aki létrehozza, megteremti a terrort. It's strange because the etymology comes from bhiru. Ez azért érdekes, mert a szó gyöke a bhiru szóból ered. You have to add affixes there according to Sanskrit rules and you create bhairava. A szanszkrit toldalékot kell hozzáadni, megfelelő nyelvtani szabály alapján, és ebből lesz a bhairava. But bhiru means a person who fears. Bhiru azt jelenti, egy szemét jelent, aki fél. So all the evolution of this word bhiru, its transformation into bhairava, yes, over the center. A bhairava szó ebből a századok alatt a bhiru szóból fejlődött ki. From one who fears to one who creates fear. A valaki, aki fél, től, a azzá, aki létrehozza a félelmet. Why is he called like this? Miért nevezik őt így? Because he destroys ego. Mert ő elpusztítja az egót. He destroys his individuality. Elpusztítja az individualitást. An ego fear. És az ego fél. It's in terror. Ezért terror van. And I wrote this scripture last year. Tavaly írtam ezt a szöveget. 92 aphorisms. 92 aphorizmából áll. And I wrote it in one night. Egy éjszaka alatt írtam. It's by inspiration, it's not by your thoughts. Ez inspirációból születik, nem a saját gondolataidból. And after that I decided to write a short commentary. Aztán úgy döntöttem, hogy írok egy rövid kommentárt hozzá. Short in Sanskrit is laghu. A Sanskritul a rövid, laghu. Laghu means light. Azt jelenti laghu, hogy not könnyű. Not light, the light. Light or könnyű. Not heavy, light. Úgy, mint nem nehéz, könnyű. Könnyed. So, but in commentaries means short. De a kommentárok tekintetében rövidet jelent. Laghu vritti. Vritti is a commentary. Laku vritti, a kommentár maga, vritti a kommentár jelen. In the future I plan to write a brihad vritti, a long commentary. A jövőben egy brihad vrittit készülök írni, ami egy hosszú kommentár. Why I wrote this short commentary? In order to specify the meaning of certain important words inside every aphorism. Azért írtam ezt a rövid kommentárt, hogy a fontos kifejezéseket minden aphorizmában pontosítsam és egy picit jobban kifejtsem. Because if I leave the body of something, yes, people start to invent, yes, say, oh, he meant this, he meant that, by this. Mert ha elhagyom a testem, akkor az emberek elkezdenek találgatni, hogy mi mit jelent a szövegen belül. So in my commentary, I add the first sentence with synonyms of every important word in the aphorism. Ezért a kommentár úgy épül fel, hogy az első mondat, kommentár, mindig a kommentár első mondata, az aforizma fontos kifejezéseire ad egy-egy szinonimát. And the rest of the commentary is a expansion of the it's a long, not long, but expansion of the meaning of the aphorism. A kommentár az adott aforizmához tartozó kommentár második szakasza, az pedig kicsit tágabb értelemben magyarázza az aforizmát magát. All in Sanskrit. Minden szanszkritul. Why in Sanskrit? Because it's the language of our my tradition. Miért szanszkritul? Azért, mert ez az én tradícióm nyelve. It's not serious to write a scripture in English. It's komolytalan angolul, vagy spanyolul, vagy más nyelven kommentár, vagy bármilyen szöveget írni. Prakrit, in vulgar language.
Sanskrita is perfect language. Ezek vulgáris nyelvek, a szanszkrit pedig szent nyelv. Because Sanskrit in Sanskrit is a Sanskritam. A szanszkrit, szanszkritul szanszkritam. Kritam means done or made. Kritam azt jelenti készíten. And sams mean it's a many meaning for because sams come from sam. A sams a samból ered. But you add an s before k. De adsz hozzá egy s a k előtt, ebből lesz a sams. But there is no prefix sams. The prefix is sam. De nincs előtag. It's complicated. A sám az előtag. So, ez olyan bonyolult. For example, you have Gita to sing, yes? Például ott a szó, Gita, azt jelenti, hogy énekelni, vagy egy dal. Sangita, to sing in group. Sangita azt jelenti énekelni csoportban. So sam in Gita means, Sangita means to chant in group. A Sangita azt jelenti a szám miatt a szóban, hogy csoportban recitálni. But sometimes sans means it's an intensive, means intensify the meaning of the word. De néha a szams előtag szót hangsúlyozza. For example, erősíti például. Yoga, yoga. Union. Yoga azt jelenti egyesülés. Samyoga. Samyoga. Complete union. Azt jelenti intensifies. Teljes complete. Egyesülés. Tehát tökéletesíti a szó. Purna. Purna. Perfect. Tökéletes. Sampurna. Completely perfect. Sampurna azt jelenti teljesen tökéletes. In the case of Sanskrit is what is the meaning there of the prefix sam? I two interpretations. One is intensifying. A szanszkritban a sam előtag jelentése több rétű, az egyik az, hogy erősíteni, so intenzitást adni a szónak. Sanskrit is the language which was completely done, yes, completely perfectly made, perfectly done. A szanszkrit completely így, intensive. Tehát nem más, mint az a nyelv, ami maradéktalanul kész lett, tehát nem hiányos. Other grammarian interprets some like meaning artificially. Más nyelvészek úgy interpretálják a sam előtagot, mint aminek a jelentése az, hogy mű, so, kreált. Artificially done. Was created. Ebben az értelemben a sanskrit azt jelenti, hogy ami létre lett hozva, ami csinálva lett. I started with my studies in Sanskrit in 1989. 89-ben kezdtem a szanszkrit tanulmányaimat. And I started in yoga in 1983. És 83-ban kezdtem gyakorolni a jogát. And I was designated acharya. I started to teach in 1989. With Sanskrit, I started to teach too. 89-ben kezdtem el tanítani is ezzel együtt a szanszkrit. Az egyik ácsárnyám irányítás alatt. And around 1996 I was given permission to teach. 96-ban pedig felhatalmazást kaptam arra, hogy tanítsam. Saját magamtól. 2010 I became guru. 2010-ben lettem guru. So, guru who the expense? Ugye a guru lét az igen drága, nem olcsó. A lot of effort. Rengeteg erőfeszítést igényel. So what happened in 2010? I got enlightened. Mi történt 2010-ben? Elértem a felszabadulást. And since then I'm teaching. Azóta guruként tanítom. Giving shaktipát. És shaktipátát adok. You are not a guru, you cannot give shaktipát. Hogyha nem vagy guru, nem tudsz shaktipátát adni. So the difference between guru and acharya, according to my tradition, acharya is a teacher. Az én tradícióm szerint a guru és az ácsárja közti különbség az, hogy az ácsárja tanítót jelent. He knows a lot. Sokat, az ácsárja sokat tud. Serious acharya. Egy komoly ácsárjának van saktia. Precarious. He knows a lot. But has no power. Sokat tud, de nincs egész ereje. And guru has power and knowledge. A gurunak pedig van ereje és tudása is. So you will see gurus in my lineage surrounded by acharyas. Ezért az én tradíciómban a gurukat ácsárják veszik körül. Helping. Segítik őt. Because a guru is overkill. Mert a guru néha nagyon-nagyon kemény. The disciples are beginner, yet they don't need the guru. So.
hogyha egy tanítvány kezdő, akkor általában nincs szüksége gurúra, nincs szüksége komoly szanszkritra. Egy ácsárja elég eleinte. Alapvető dolgok. De a beavatáshoz szükség van egy gurúra, természetesen. Az ácsárja nem tud beavatni. It's like in martial arts, you don't. Olyan ez, mint egy harcművészet. I started with the first dan. First dan? No, second dan. Second dan. When I started in martial arts. The second dan. Second dan. Second black belt, second dan. Mm-hmm. First dan, second dan, third dan. A második dannal. Olyan ez, mint a második dannal kezdenél. A harcművészetben. With the first dan enough for me. With the first dan enough for so me at that time. You started with the second dan. Black belt first dan enough for me. But I was lucky and I got the second dan. Mm-hmm. Az első dan elég lenne nekem, de szerencsés voltam, és megkaptam másodikat. But our teacher was sixth dan. De a tanítóm hatodik danos volt. But I didn't need sixth dan. De nincs szükséged hatodik danra. Destroy me with the thing. Egy újjal elpusztít. It's the same in yoga. People, most people don't need a guru. Tehát ugyanez a helyzet a jogában, a legtöbb embernek nincs szüksége a gurúra. Egy ácsárja elég. A gurú csupán a beavatással. So my goal is to prepare acharyas in the future. Tehát az én tervem az, hogy ácsárjákat neveljek ki a jövőben. Hogy masszívabb tudással tudjanak tanítani. Okay. For now, I have to teach myself everything. Most nekem kell tanítanom, nyilván. But I like to teach scholars, really. De jobban szeretek tudósokat, so szakértőket tanítani. So I go to the point directly, yes, I don't have to move around. És ezért a lényegre törően tudok tanítani, nem kell megkerülni azt. Okay. But this is where scholars are scarce. De ebben a világban a skolasztikusok igen ritka. So in this seminar we cannot I can explain the 92 aphorisms. Ezen a szemináriumon nem tudom kifejteni a 92 aphorizmát. In the past I tried it's two or three times and I couldn't. No. 92 is a lot for a seminar. Today's seminar is a lot. Múltkor próbáltuk ki, és lehetetlen ennyit kifejteni. I calculated 10 days to explain all these aphorisms. Úgy számoltam, hogy körülbelül 10 napra lenne szükség. Az összes 5 hours per day. Aphorizmához. Napi 5 órában. It's long. I underestimate my own scripture. It's long. Alul értékeltem a saját szövegemet, mert túl hosszú. So for this seminar I selected optimistically. It's 40. It's optimistic. 40. 40-et választottam. We'll check. Most kiára a szemináriumra, és ez elég optimista becslés. I selected the core aphorism. Kiválasztottam a magját, a legfontosabb aphorizmáit a szövegnek. Because the core next other aphorisms are like commentaries of the previous aphorisms, so I can explain the core and the rest I comment fast. Yes. So I simplify. Sokszor úgy van, hogy egy aphorizma kommentárja az azt megelőző aphorizmának, és hogyha a legfontosabb aphorizmákat kifejtem, a többi az csak azt kommentálja vagy bővíti. And what are my teachings about? Miről szólnak a tanításaim? Liberation. A felszabadulásról. Nothing. Semmi másról. Liberation from what? Felszabadulás mi alól? Kérdezik. From me. Mit van? Mi alól? Tudatlanság alól. A nyomorból. They continue to ask, they didn't leave. They need to leave. They are very young, they didn't leave yet. They continue to ask, what is misery, what is sin? They need to leave more. Folyamatosan kérdezik, hogy mi a tudatlanság, mi a nyomor. És ezért tovább kell élni abban benne. I remember when Jesus Christ was teaching. Emlékszem, amikor Jézus Krisztus tanított. He said that freedom, you need freedom, liberation. Mindig mondta, hogy neked szabadságra, felszabadulásra van szüksége. At that time people ask him liberation from the Romans. No, kérdezték az emberek, hogy a rómaiak alól, vagy rómaiaktól kell megszabadulnunk? Because all the time with the body. Mert állandóan a testtel foglalkoznak az emberek. Én vagyok a test, szabadnak kell lennem a rómaiaktól, stb. Ez a tudatlanság. Even if your body is in prison, you can be free. Még ha a tested börtönben van, te akkor is szabad lehetsz. No relationship with the body.
Nincs kapcsolat a testtel. Freedom from internal bondage. Ez szabadság a belső kötöttségtől. Nem arról, hogy hol van a test, vagy nem a testtel kapcsolatos. And it's only about that. Now, people say, ah, but in the philosophy you teach, there is no, in the end, there is no bondage, there is no liberation when you get enlightenment. De ebben a filozófiában az emberek kérdezhetik, hogy a végén, amikor az egésznek vége, akkor nincs, végül is nincs felszabadulás, nincsen megszabadulás. That's right. És ez így is van. But after liberation. De csak a felszabadulás után. Not before. Nem előtte. After liberation, you realize that there was no liberation, no bond. A felszabadulás után ráébredsz, hogy soha nem volt sem felszabadulás, sem pedig kötöttség. But before you don't realize. De ezelőtt ezt nem tudod. You suffer. Ezért szenvedsz, így meg akarsz ebből szabadulni. After liberation, you realize that even suffering is liberation. A felszabadulás után realizálod, megérted, hogy még a szenvedés is szabadság. But this is an enlightened person. De ez egy megvilágosodott so ember látásmódja. So never use teachings of enlightened person, you are not enlightened. Soha ne használj a felszabadultak tanítását, ha nem vagy magadra, ha nem vagy felszabadult. Use the highest teachings to try to tackle. Ezért a legmagasabb tanításokat trükkösen kell előadni alacsonyabb szinten. So in the level I suppose you are, yes, disciples. Tételezem, hogy with suffering and bondage. Hogy mi a tanítványok vagytok, van némi problémátok ezzel a kötöttséggel. Because you say, oh, but in the end, we are all liberated, there is no bond. Mert azt mondjátok, hogy jó, de hát a végén úgyis mind felszabadultak leszünk, mert nem is létezik kötöttség. This is like speaking about the wealth of a tycoon, and you have no money for food. Tycoon. Tycoon, these people with a lot of money, tycoon. Olyan ez, mint a, ilyen, a mágnások beszélnének. Milliómosok. Billiómos, vagy milliárdosok. So you are speaking about the wealth of a tycoon and you have no food. Tehát olyan ez, mint hogyha milliárdosok vagyonáról beszélnél, úgyhogy közben meg nincs mit enned. It's usual sometimes when I'm teaching that some people tell me yes, but in the end I'm Parabhairava. Ez csak teória. Tehát általában persze. In the end, I am Parabhairava. What's the point of doing all this? De mondják sokszor, hogy a végén én vagyok Parabhairava, tehát mi ennek az egésznek az értelme a spirituális útnak. That is right, but you don't realize that your Parabhairava is only words is used. Ez igaz, de hogyha nem realizálod, hogy te vagy Parabhairava, akkor csupán szavakat mondasz, amik haszontalanok. Because if you are Parabhairava, for example, mert ha te vagy Parabhairava, például, you never say that you are Parabhairava. Sohasem mondod, hogy te vagy Parabhairava. Why you never say you are Parabhairava? Miért nem mondod azt, hogy te vagy Parabhairava? Because all is Parabhairava. Mert minden Parabhairava számodra. So, to whom? Kinek? You say something. Kinek mondanád? Kinek mondanál bármit? Everybody knows. Mindenki tudja. To whom? You know that this universe, you are Parabhairava, you know that all this universe. Hogyha te vagy Parabhairava, it's tudod, a joke. Hogy ez az egész univerzum egy vicc. It's a joke. Csak so, what's the point to tell the joke, yes, that you're Parabhairava? Mi értelme a viccnek azt mondani, hogy te vagy Parabhairava? It's absurd. Absurd. So if someone tell me I'm Parabhairava, so what's the point, so it's not Parabhairava. The Parabhairava never says this. Ha valaki azt mondja, hogy én vagyok Parabhairava, akkor ő nem Parabhairava, mert ez értelmetlen. The one who realized Parabhairava, he all the time speak about Parabhairava like him. Az, aki realizálta a Parabhairavát, az folyamatosan úgy beszél Parabhairaváról, mint ő harmadik szemében. If he says I am Parabhairava, it's maybe for teaching, yes, for saying, oh, you are Parabhairava, I am Parabhairava, it's for teaching, but not all the time, like I am Parabhairava. Ha például azt mondhatja a guru, hogy én vagyok Parabhairava, amikor tanítás céljából, de nem hangoztatja ezt állandóan. Why in third person is very interesting because miért harmadik személy, ez nagyon érdekes. First person I is associated with ego. Mert az egyes szem első személy, az én azonos az egóval. So when you say I am Parabhairava, is ego is Parabhairava. Mert amikor azt mondod, hogy én vagyok Parabhairava, akkor az ego azonos Parabhairava. But when you say he is Parabhairava, third person in Sanskrit, third person is I real I. De hogyha a szanszkritul azt mondod, hogy ő harmadik személyben Parabhairava, azt nevezzük valódi énnek. It's like saying, I am Parabhairava, but with the big eye, it's a real eye.
Olyan ez, mint azt mondanád, hogy én vagyok Parabhairava, de egy valódi nagy énnel. That why when you read the scriptures of the philosophy is based is Parabhairava is based is based on Parabhairavayoga, you see all the time him, yes, about Parabhairava. You say him if it's non-dualism. This is all one, we see. A Parabhairava jogában ezért olvashatod azt állandóan, hogy ő a Parabhairava, ami furcsa, mert ez non-dualitásban ez ellentmondó. That's why him. Miért, no, miért because ő? Him is the real me, but in capital letters. Az ő a valódi én, csak nagybetűvel. We use him in order to escape from ego. I is ego. Azért használjuk az ő szót, a kifejezést, hogy megszabaduljunk a kicsi éntől, az egótól. Because ego is like this, for example. I'm tired. Mert az ego az ilyen. Én fáradt vagyok. Ez a, aki fáradt, az, az ego. Parabhairava is never tired. A Parabhairava sohasem fáradt. So. Mert so. Ő minden. Ego is tired. Ez az ego, az ego fáradt, a test fáradt. So this confusion identifying yourself with ego all the time, this is what? Az önmagadat, az énedet azonosítani az egóval folyamatosan, ez a kötelék. You are never tired. Parabhairava is never tired. Nem, soha nem vagy fáradt. Parabhairava nem fáradt. I would say this is in between yogis, yes. You cannot go outside with all these speeches to tell people I'm never tired. Van egy ilyen jogi közt egy ilyen tézis, hogy sosem mondt, hogy én fáradt vagyok. The play, you have to play. De kint a játék van, ezért neked is játszanod kell. I cannot die. Yes. És nem mondhatom, hogy sosem fogok meghalni. Because people all the time will associate you with the body, so they will tell you, no, you die, you are tired. Mivel az emberek folyamatosan a testtel azonosítanak téged, ezért nem mondhatod nekik, hogy sosem fáradsz és sosem fogsz meghalni. That's why in this universal Parabhairava, yes, who is all, he creates communities, yes, like islands. Ezért ebben a világban Parabhairava közösségeket hoz létre. In these communities, people perform action which are completely useless for the rest of the samsara, from the rest of the world process. Olyan dolgokat végeznek a közösségekben ezek az emberek, amik a világi dolgokkal kapcsolatosan teljesen értéktelenek, haszontalanak. By useless I mean that you don't need to do this to live in the world. You can live without this. Haszontalan alatt azt értem, hogy amit a közösségben csinálsz, arra nincs szükség ahhoz, hogy a világban tudj élni. You can live in bondage. Élhetsz kötöttségben az egész életedet leélheted. Without this knowledge. Enélkül a tudás nélkül. So this knowledge is not indispensable for living. Tehát ez nem a életért van. For living in bondage. But you want to live in freedom, you need it. De hogyha szabadságban akarsz élni, akkor erre bizony szükséged van. So there is sometimes the complaint that the masters are not giving knowledge enough to people, that why they are ignorant. Sokan problémáznak azon, hogy a mesterek nem adnak elég tudást a tudatlanoknak. They are giving. De adnak eleget. They are making great effort. És hatalmas erőfeszítést. But most people don't want this. De a legtöbb ember ezt nem tudja, vagy nem látja. Meg nem akarja. And they embrace some useless things. It's like this is the nature. This world. És haszontalan dolgokkal veszik körül magukat. And look at the famous people in this world. Nézd meg a híres embereket ebben a világban. They're not enlightened people. Nem megvilágosodott emberek. So this is the idols of this samsara, this thing. Ők a szanszára jelképeny. Don't be like them. Ne légy olyan, mint ők. Ne legyetek olyanok, mint ők. Because in the end the price is very high. Mert a végén ennek az ára igen magas. While you are young, no you are young. When the body is young, more or less you manage to enjoy that. But next is hard. Amikor a test fiatal, akkor többé-kevésbé tudsz élvezni dolgokat suffer. A világban, de később szenvedni fogsz. With the body growing old, more suffering. Minél öregebb a test, annál többet szenved. And death can be terrible. És ez nagyon borzalmas tud lenni. Don't bet on ignorance. Ne bízz a tudatlanságban. I have experience. Van erről tapasztalatom. I saw people dying in ignorance. No, it's not. Láttam embereket meghalni tudatlanul, és nagyon kemény árat fizettek azért, mert így éltek. Why I speaking about this? Because in my tradition, the yogi and the yogini, yes, the women too, has to think all the time about two things. Azért mondom ezt, mert az én tradíciómban a jogiknak és joginiknek
két dologról kell gondolkodniuk folyamatosan. Parabhairava. Parabhairaváról and death. És a halálról. Death is has to be sweet. A halálnak édesnek kell lennie. According to my tradition, according to my guru. A tradícióm, a gurum szerint. Not hard. Nem keménynek. Sweet. So the yogi all the time asks the Lord for liberation, yes, and for a sweet death. Ezért a jogik folyamatosan felszabadulásért és kellemes édes halálért imádkoznak, hogy fohászkodnak. Nem kemény gyötrelmes halálért. Hard death create another birth, yes, in this world. A gyötrelmes halál egy új születést generál. Újjászületést. You want to escape from the wheel of ignorance. És nem akarsz visszatérni, meg akarsz szabadulni a tudatlanságtól. So we came here. Not only you, it's everybody comes here only to get liberation. És mindenki azért jön ide ebbe a világba, hogy felszabadulást érjen el. Not for being famous, not for being rich, not for being anything. Nem azért, hogy gazdag legyen, híres legyen, for liberation. Vagy ilyesmik, hanem csak és kizárólag a felszabadulásért. You don't get liberation, you have to return. Ha nem éred el a felszabadulást, vissza kell térned. Over and over. Újra és újra. Till you get liberation. Addig, amíg el nem éred a felszabadulást. So we have to hurry up to get liberation in one lifetime. Ezért gyorsítanunk kell a folyamatot, el kell érnünk a felszabadulást egy életen belül. And next if we return, it will be at will, yes, but not by force. Ezután visszatérhetsz saját akaratodból, de nem erőszak által, vagy nem erőszak miatt. Some great beings like my guru Swami Muktananda. Swami Muktananda, bal oldalon látható. He decided after this to merge into Parabhairavaya forever. Halál után úgy döntött, hogy egybeolvad Parabhairavával és nem tér vissza soha többé. His guru Bhagavan Nityananda. Az ő gurúja Bhagavan Nityananda. Ő képes visszatérni. Lakshmanaju. For now he can't return. Ő most is vissza tud térni. A tapasztalatom szerint. Muktananda viszont nem. So if someone appear and tells me, oh, I'm the reincarnation of Muktananda, I will never believe. Ha valaki jön és azt mondja, hogy én vagyok Muktananda reinkarnációja, akkor nem fogok hinni neki. And why to reincarnate, yes, if you are already liberated, to help. Miért inkarnálódna újra, ha felszabadult? Hát azért, hogy segítsen. Like animal, yes, you help animal, yes, same. Segítesz az állatokon, ez ugyanolyan. I have now my cats in a hotel, yes, in Russia. We put például most a macskáim Oroszországban egy hotelben vannak. They are there, yes, so with the camera we check. És nézzük őket kamerán. They don't even know that there is a camera there to greet me. Még azt sem tudják, hogy van egy kamera, hogy üdvözöljenek. Az én szememben az emberek ilyenek. Erőtlenek. Folyamatosan. Puff, yes, or caresses. Exposed to it. Kell nekik egy füles, vagy simogatni kell őket, de valamit csinálni kell ők. They can shout at me and to pretend to be strong, but they are like this, cats. Tudnak, néha tudnak rám kiabálni, at meg ellenkezni, de csak állatok. They are at the mercy. Yeah. They are at the mercy. They are exposed at the mercy of something. Igen, ki vannak szolgáltatva. So this nekem. Is the state of bondage. You are at the mercy. Ez a kiszolgáltatottság a tudatlanság állapota. The phone sounds, yes, what happened? Oh, you are destroyed. Yes. Bad news. Yes. Is that at the mercy? Csörög a telefonod, és kapsz egy rossz hírt, teljesen meg vagy lepődve. You control your mind. Ez a kiszolgáltatottság. Nem tudod irányítani a saját elmédet. At the mercy. So, it's an illusion of freedom, yes, that you are free. But any bad news? You're my family, yes, you run away, you stop the seminar, you forget everything, yes, and you run away. Ez a szabadság illúziója. Kapsz egy rossz hírt, akkor itt hagyod a szemináriumot, és sietsz haza, például a családoddal van valami. Mert nem vagy szabad. If a person can tolerate bad news, good news, tolerate everything, and he continues the same. This is the real person. A valódi emberek, valódi személyek tolerálni képesek a jót és a rosszat is, és ugyanarra fókuszálni. For example, például, some disciples cannot understand my activities. For example, when my mother died in 2013. Például egyes tanítványok nem képesek az én tetteimet. After megérteni, funeral, amikor édesanyám meghalt, és visszajöttem a temetésről. I was quite alone there, so I started to continue my translation. Teljesen egyedül voltam, és folytattam a fordításaimat. I cannot understand. What? How you could continue?
És how is it possible? Az egyik tanítványom kérdezte, hogy hogy tudsz egy temetés után így fordítani továbbra is. I continue. Mert hogy what's the point of not continue? De képes vagyok folytatni, mert mi értelme lenne megállni vele. My mother had to die because it was her time. Azért halt meg az édesanyám, mert eljött az ideje. It's better for her because to have a body in bondage is hard. És ez jobb neki, mert egy testet birtokolni, ami tudatlanságban van, az nagyon kellemetlen. Even if I cry for days, it was a point because she will never resurrect. Még hogyha napokig sírok is, mi értelme van, mert nem tér vissza. What's the point of opposing the will of the Lord? Mi értelme ellenkezni az Úr akaratával? I continue with the legend forever. Ezért folytattam továbbra is a fordításaimat. Sosem állok meg. Ilyen egy szabad ember. To be free is not like with the body jumping. And it's to be free is to be free from the world. Szabadnak lenni, ez nem azt jelenti, hogy repülni vagy ugrálni, hanem a világtól szabadnak lenni. Ezért a szemét folytatni tudja. And you are destroyed. You cannot tolerate the pain here. The pain you have to sleep or you have to be like this. And the person continues. De te teljesen kiakadt, zavart lesz az elméd, stb. De a szabad személy azt ez nem érinti. This is a mark of freedom. And a mark of bondage is to do the opposite. You are stayed. Ez a szabadságnak a jele. A tudatlanságnak a jele, amikor meg le vagy igázol. Yeah, ruktoham. I'm void. Ürességet érzek, halál után, depressziót, ez a kötöttség jelen. But this state you cannot force. De ez egy állapot, ez nincs a kezedben. You force, you destroy your system. It's a state, it's automatic. Hogyha ezt megpróbál uralni, akkor az tönkre tesz. Ez teljesen automatikus állapot. So you can start to do real thing because you are free from the world. De ha felszabadult kéne, elkezdhetsz csinálni valódi dolgokat, mert szabad vagy a világtól. People are not even free from the weather. Az emberek sokszor még az időjárástól sem függetlenek, képzeld el akkor többit. It's difficult. If it's very hot here, it's difficult, yes, for people to chant, to meditate, it's difficult. Például... They need a wall all the time, yes, for the back. Hogyha nagyon meleg van, akkor nagyon bonyolult recitálni, vagy például szüksége van a hátuknak egy falra, vagy ne legyen kényelmetlen. When you are in yoga, at least in my lineage, yes, we practice with rituals. Az én hagyományomban a rituálékkal gyakorlunk. We practice freedom from the world. A rituálékkal gyakoroljuk a világtól való megszabadulást. So when you do a ritual, you receive a red bracelet, yes, with a ribbon around your arm. Amikor elkezdünk egy rituálét, akkor mindenki kap egy vörös karszalagot. So this means that during the ritual, you won't move. Ez azt jelenti, hogy már benne vagy a rituáléban, akkor nem mehetsz onnan el. Even if the world is collapsing. Még akkor sem, hogyha a világ összedőlhet. És ez so nagyon for komoly. Two hours or around, yes, you cannot move. Even if you are informed that your house is on fire, you don't move, you continue to chant. Jó, két órán keresztül nem mozdulhatsz a helyedről, még akkor sem, hogyha a házat felgyullad, tovább kell recitálnod. Even if someone killed my cat. So tremendous, but még akkor is, ha valaki megöli a macskámat. Continue to chant. Tovább folytatjuk a recitálást. It's a practice. Ez egy gyakorlat, egy praxis. Szabadnak lenni a világtól. Because everybody is strong, yes, fighting like this, but about bad news, they are not strong. Yes. Mindenki harcol, de aztán a rossz hírek teljesen letaglóznak. Okay. So this more or less an overview about lineage. Swami Muktananda was the head of the Siddha yoga tradition. Yes? Ez többé-kevésbé egy ilyen áttekintése volt az én tradíciómnak, akinek a feje Swami Muktananda. This is a program. It's making a sound. I told him not to make a sound. And because in Moscow was okay, when I came here, the program is completely reset. I don't know why, maybe different country. A beállítások elromlottak a moszkvaihoz képest, mert egy másik országban így átalakul a gép, és én
notifikáció ugrott fel, azt kapcsoltam ki. Okay, so I'm not in Siddha Yoga anymore. I a Siddha Yoga feje volt Muktananda, de nem vagyok már a Siddha Yogában 6 éve. Vagy 6 éve voltam. I was in Siddha Yoga since 1983 to 1985. 83-tól voltam, 85. 89-ig voltam Siddha Yogában 6 éve. I abandoned Siddha Yoga because many causes, yes, I wasn't. Elhagytam a Siddha Yogát, mert sok probléma merült fel. But my guru continued to be Muktananda. You don't change the guru. De a guru, a gurum az továbbra is Muktananda maradt, annak ellenére, hogy elhagytam a Siddha Yogát, mert a gurut nem cserélheted le. Why you don't change the guru? Because the guru is a personification, except the guru is dead, obviously. You can have more than one guru if the guru is the same tradition. Lehet egynél living gurus, egynél több élő gurut, hogyha az ugyanaz a tradícióhoz tartoznak a guruk. Same tradition. De nem it's lehet not két... the same tradition, your guru is dead, okay, you can take another guru. But csak if akkor, it's alive, no. Akkor fogadhatsz egy másik, vagy akkor járulhatsz egy másik guruhoz, egy másik tradícióból, hogyha a gurut, az előző gurut elhagyta a testét. Acharya, yes, you can change acharya. Acharya, a tanítót, ezt cserélhetsz természetesen. And, so I abandon Siddha Yoga, but I continue with my guru. History, I cannot his grace. Elhagytam a Siddha Yogát, de hát nem hagytam el Muktanandát, hiszen az ő kegyelméből élek. This grace passed from gurus to disciples, yes? This is a real Siddha Yoga, according to my opinion. Az én véleményem szerint a valódi Siddha Yoga az az erő, ami az a kegyelem, ami gurúról tanítványra száll és köztük van. I abandon the organization. A szervezetet, human organization. Az emberi, az emberek által létrehozott szervezetet hagytam el. Not the shakti. De nem a shaktit. Not the power. You cannot abandon the power. Nem az erőt. Nem, az erőt azt nem hagyhatod el. And I was another teacher in the Siddha Yoga community abandoned to the community more or less with me, but before me, 2 years before me. Volt egy másik tanító a Siddha Yoga közösségben, aki kicsivel előttem, de ő is elhagyta. He was my acharya in the community of Siddha Yoga. Elhagyta a Siddha Yogát, ő volt az én tanítóm a Siddha Yoga közösségen belül. 2 years after him, and I abandoned myself. Ő elhagyta a Siddha Yogát, és rá 2 évre én is. And after this, he continued to be my teacher, but out of the community. És továbbra is ő maradt a tanítóm, de a közösségen kívül. And I was with him until 1997. 97-ig voltam mellette. Since that time, on my own. És azóta saját utamat járom. I'm Argentinian, yes. Argentin. A testem argentin. And I live in Rosario. Rosarióban éltem. Rosario the third city in Argentina. Third. Harmadik legnagyobb város. It's very famous Rosario. Argentinában elég híres. It's very famous Rosario because it's the cradle of the Argentinian flag. So it's very famous. Argentina? Flag. Flag. The flag, the banner, the flag. Our flag. A zászló, az argentin zászlónak a bölcsője. Ez a város Rosario. The city of Lionel Messi, so too. It's very famous. És Lionel it's Messi more famous for this than for the flag. Messi is ebből a városból való, és emiatt egyébként híresebb a város, mint a zászló. So, when I'm traveling, yes, in the world, if I say, oh, it's the cradle of Argentinian flag, oh, oh, it's the city, oh, Lionel Messi, oh, Lionel Messi. Ha valakinek mondom, it's hogy like, a, this like this. A nemzeti zászló bölcsője, szülőhelye a városom, akkor nem nagyon tudják, miről van szó, de ha megemlítem Messit, akkor mindenki bólogat. There is another famous football player in Argentina, Maradona, you know Maradona. Van, yes. Maradona. Van még egy nagyon híres argentin játékos, Maradona. He's from Buenos Aires as well. Ő Buenos Airesből való. The capital city or around the capital. Ja, a fővárosból vagy annak a környékéről. And a disciple I had in the past told me that he was in Egypt, lost in Egypt or something. Volt egy tanítványom, aki mondta, hogy elveszett Egyiptomban. So he told people, I don't remember what, passing by with the truck, he said, oh, I'm Argentinian, Maradona, oh, Maradona. So the truck, Maradona saved his life.
Elkeveredett valahol Egyiptomban, és mondta, hogy Argentin nem reagált rá senki semmit, de a Maradona nevét megemlítette, akkor megmenekült. But it's real. Rosario, Argentina in general, but Rosario is a cradle of great football players. Argentina úgy alapvetően is, de Rosario főleg bölcsője jó focistáknak. Because when I was a child, I was the entire day playing football. Gyerekkoromban egész nap focistam. I was a good football player. És jó játékos is I voltam. Was a, my professor of gym professor told me to take an exam. It's an important club there in Rosario. It's the hidden history of the guru. Valamelyik tanárom azt mondta, hogy valami foci csapatnál hoz kéne menni valami vizsgát megcsinálni. So he told me, you have to go to ez a guru titkos tört, háttér története. But I was never seduced by that, I don't know. Szóval mondta, hogy legyek futbalista, de annyira nem érdekelt. Ah, I would be millionaire. Nem, most milliómos lehetnék. But no, I prefer yoga. De jobban szerettem a jogát. And I abandon all for you, even my career, because I'm practically chemical engineer, but I abandon all for you. És mindent elhagytam. Kémikus lettem volna, de azt is feladtam a jogáért. I finished practically the career, I only some subject is to pass an exam, some subject, but I abandoned, because no, I'm not pár vizsgát megcsináltam, de nem fejeztem be, mert feladtam a jogáért. So I'm like a worldly monk. Olyan vagyok, mint egy világi szerzetes. Yes, I have a wife, but I'm like a monk inside. Belül olyan vagyok, mint egy szerzetes, mégis van feleségem. Ez egy ilyen mix. I was proposed to be a monk in the past, in the 80s. Akartam szerzetes lenni a 80-as években. I wanted to be a monk. Akartam. But I could. De nem tudtam. The requirement was very hard. Mert a előírások nagyon kemények voltak. They told me you have to abandon the money. Azt mondták, hogy el kell engedned a pénzt. My tradition, yes, in the box of my tradition. Az én tradícióm szerint a pénzen nem volt gondolni. Sose volt pénzem, úgyhogy nem volt nehéz lemondani róla. Name, a nevet is el kell, nevemet no is el kellett volna adni, azzal se volt gondolom. Nem azonosítottam magam a nevemmel. My family. Családomat is el kellett volna hagyni. Some problem, but not a lot. So, yes, I can. Azzal volt egy kis problémám, de azért meg tudtam volna csinálni. I was 20, my 20s, 22, 23. 20-as éveimben, 21-22. The women. A nőket. Ah, no, I don't. És mondtam, no. Hogy nem az kizár. I couldn't. Nem tudtam. So, finish. So, it's my only problem. Véget ért, mert ez volt az egyetlen problémám. Okay. Now I'm more relaxed, yes. And, kicsit lazítottunk ezekkel a viccekkel. Every hour I will take a rest because I cannot be speaking forever. You will die. The attention, more or less, the concentration, according to the study, is around 1 hour or 45 minutes, 1 hour. Mm-hmm. After that, people lose concentration. So you have to. A tanulmányok szerint 45 perc, 1 óra az az időtartam, amíg valaki tud koncentrálni, utána elveszti a fonalat. So now we'll ezért óránként szünetet tart. 5 minutes, stretch the legs, go to the bathroom, whatever you want to do, and next we continue. Ezért óránként szünet lesz, mint például most is, 5 perces szünet, nyújtsátok ki a lábatokat, menjetek el mostóba, és utána folytatjuk. We have a tradition in my lineage that all the time, we are not like this, for example, okay, now, all people, no. Van egy szabály az én tradíciómban, nem arról szól, hogy we pronounce something, to cut. Kimondunk valamit, hogy elvágjuk ezt az egy órát. To isolate this holy thing from the worldly thing. Hogy elkülönítsük ezt a szent dolgot, ezt az összegyűlést, attól, ami ezután jön to a szünetben. Start and to finish. Elkezdjük, és so we pronounce this om namaḥ śivāya, so you can move. Ezért, amikor kimondjuk, hogy om namaḥ śivāya, akkor kezdődik az 5 perces szünet, akkor mehettek. It's ez... cut in the mind. Ez egy vágás az elmében. So next you go there with your ego, but it's not mixed with this. És akkor mehetsz az egóddal arra az időre, de nem keveredik össze azzal, amilyen állapotban most vagy. You see in the supermarket you put this separator. Yes? A supermarketben like látható. So don't mix. So this is not the same as ego later. Gossiping. Mert ez, ami itt most történik, ez nem ugyanaz, mint ami 5 perc szünetben történik, az egótokkal elkezdtek enni, beszélgetni, értelmetlen dolgok. It's okay, you can do it, but after onnan vagy.
Om Namah Shivaya után ezt tehetitek. And when we enter Om Namah Shivaya, ego out. És amikor visszatérünk, újra Om Namah Shivaya, és az ego kimarad. Another ritual is to leave the shoes out. A másik rituálé a cipőként hagyás. It's not only for not making all this dirty. It's because shoes are ego out. Mert a cipő nem azért, mert koszosak a cipők, hanem vagy nem csak ezért, hanem mert az egót reprezentálja a cipő, és ez kint marad. Miért az ego? They're representative of ego because they touch the earth. Miért in contact with the air, with the dirt. Miért reprezentálja a cipő az egót? Azért, mert a földdel kapcsolódik, és koszos lesz, érintkezik a földdel. Okay, this is another thing. Ez egy másik dolog. Another kingdom. Okay. Ez most itt egy másik királyság. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Okay, now we'll start with the scripture. És akkor most folytatjuk magával a szöveggel. One of the core teachings in my tradition is that you are not conscious. Az én tradíciómban az egyik legfontosabb alaptanítás az, hogy nem vagy tudatos. You are not conscious of your identity, real identity. Nem vagy tudatos a valódi önazonosításoddal. But az see, aki vagy. You think you are conscious. De úgy tűnik, mintha az lennél. Ez a tudatlanság. You are convinced you are conscious. Azt hiszed, hogy tudatos vagy, és valójában nem vagy. Ez but a tudatlanság. When you get real consciousness here, you realize your mistake. Amikor a valódi tudatosságot eléred, akkor rájössz a hibára, a korábbi hibádra. So this awareness, this consciousness is the treasure. Ez az éberség, ez a tudatosság maga a kincs. When you are really conscious, you are protected. Hogyha valóban éber vagy, tudatos vagy önmagadról, akkor meg vagy védve. Ez nem más, mint szabadnak lenni. Nothing can touch you. És semmi nem érinthet meg téged. You are undisturbed. But you are not conscious, really conscious, yet you are touched. Hogyha nem vagy tudatos, akkor érint, hatással van rád minden. This is bond. Ez a kötöttség. But the great illusion is that you are conscious. A legnagyobb illúzió az, hogy azt hiszem tudatos vagy. And not only, and because you see that you are conscious, you treat people like conscious beings. Hogyha azt hiszed, hogy tudatos vagy, a többi embert is tudatosnak tekinted. All of them are conscious like you. És mindannyian tudatosak, so mint te. Ezért rengeteg problémát származik. You're not conscious. Mert nem vagy tudatos. You're not conscious. Mert nem vagy tudatos. So, an enlightened person, one of his mark is that he will never treat you like a conscious being. Egy felszabadult létező jellemzője, hogy soha nem tekint téged tudatos létezőnek. For example, például, change this. This is a lack of wisdom. Például változtass meg ezt. Ez a bölcsesség hiánya. You change. Változ fast. Meg. By force, impossible. Ez lehetetlen. To change so fast, you need to be conscious. Ahhoz, hogy a változás free. Történjen benne gyorsan, ahhoz szabadnak kell lenni, tudatosan. You're not conscious, you cannot change. Hogyha nem vagy tudatos, nem tudsz változni. So people all the time fighting yes for changes. Yes. Az emberek állandóan harcolnak a változásért, elvárásokkal. Or this quarrel, yes. Oh, you are like this, you have to change. This quarrel. It's because they don't know that they are not conscious. Állandóan arról beszélnek, hogy ki hogy változzon meg, mert nem tudatosak önmagukról. They cannot move in freedom. Change every aspect of their personality. Nem tudnak szabadon változtatni a személyiségük bizonyos aspektusait. So all this quarrel is fighting. Állandóan harcolnak. Yes, at home is fighting. The husband demands the wife demands the husband. A férj elvár valamit a feleségtől, hogy valamit tegyen a feleség a férjtől fordítva. Állandóan megy a harc, például otthon is. Because both don't know that they are not conscious. Mert egyikük sem tudja, hogy tudatlan. When you know that you are not conscious, ha tudod, hogy tudatlan vagy, you realize that you are not conscious. Ha ráébredsz, hogy nem vagy tudatos, so you start to consider people to be not conscious to you. Akkor elkezded az embereket szintén nem tudatosnak tekinteni. So you cannot demand, you
cannot demand them to change. Ezért nincs elvárásod feléjük, hogy változzanak meg. Like before, you are more compassionate. Mint korábban, ezért kell kegyelmesebb vagy, vagy együttérzőbb vagy. You understand the difficulties. Megérted a nehézségét ennek a változásnak. Mert nem tudnak változni. So fast. Olyan gyorsan. So you are more patient. Ezért türelmesen vagy. Or wise. You are wiser. Bölcsebb vagy. But the illusion is that we are conscious. A tudat, az illúzió az, hogy tudatos vagy. But we are all the time conscious. We speak consciously and we do the actions consciously. Ha tudatosak vagyunk, akkor tudatosan beszélünk és tudatosan cselekszünk. But when we see the fruits, something is wrong there. De amikor látjuk az eredményét, a gyümölcsét, akkor rájönk, hogy valami nem stimmel. Why like this fruit? Something is. Miért, miért ilyen ez az eredmény? Hát azért, mert valami hiba történt korábban, a tettekben. Mert nem voltál tudatos. Ez a hiba. So how? It's a mystery. It's hogyan a mystery lehet? Hogyan lehet ez? Ez a tudatlanság misztériuma. A tudatlanság ilyen. Egy pillanat... Pillanat alatt elveszted az éberségedet. When you start to be conscious, you realize that for long periods in your day, you have no idea what you were doing. Hogyha tudatossá válsz, akkor ráébredsz, hogy a nap nagy részében fogalmat sincs, hogy mit csinálsz. That's why you don't remember. Ezért nem emlékszel. Even a few hours ago, what you were doing. Amit korábban csináltál, az arra nem emlékszel. Lack of conscious. Ez a tudatlanság. Az éberség hiánya. So at that time you can do many things and you don't remember. Ekkor rengeteg mindent csinálhatsz, és nem fogsz emlékezni. This is a trick by this. Ez a tudatlanság trükkje. To make people believe they are conscious. Hogy ez a trükk nem más, mint hogy arra késztett téged, ahogy azt hitt, hogy más emberek is tudatosak. Ezért állandóan úgy viselkednek, mint akik felszabadultak, mint a nagy létezők, a nagy guruk. Változtass meg ezt, azt, országokat is meg akarnak változtatni. De saját magukat nem tudják megváltoztatni, akkor hogy tudnának változtatni egy országon? Mentalitás, megváltoztatni. A világot, az univerzumot, bármit, ez illúzió. Next you cannot change yourself. So what's this? It's a joke. Aztán mindezek után saját magadat sem tudod megváltoztatni. Mi ez? Ez egy vicc. Ez a tudatlanság trükkje. Very difficult to escape from this trick. It's very strong. Igen, bonyolult ebből meglépni. Sometimes a tudatlanság nagyon erős. Your past, spiritual past, yes, you all the time face this illusion. És a spirituális úton folyamatosan ezzel az illúzióval nézel szembe. Now you are convinced, you are conscious, and you are free. Mert meg vagy róla győződve, hogy szabad vagy és tudatos. So why? Because you're not free. És aztán állandóan kérdezett, hogy miért történik ez meg az. Azért, mert nem vagy szabad. Some disciple asked me, told me one month ago or something. Hónapja mondta nekem az egyik tanítványom. I cannot advance beyond this point. Nem tudom meghaladni ezt a bizonyos pontot. Something is limiting. Mert valami korláttól és... Lack of course. Így van, ez a tudatlanság hiánya. You are not conscious of who you are. Nem vagy tudatos arról, hogy ki vagy. So you are not conscious of the rest. Ezért nem vagy tudatos másról sem. Másokról sem. You start to be conscious. You realize because you start to be conscious of people too at the same time because they are your reflection. Ha éberré kezdesz válni, akkor éberré válsz az emberekről is, hiszen ők a te tükörképei, tükröződés. So you know that, for example, my disciple Sai, yes, I például itt van a tanítványom Sai. To do things that he cannot do now, yet you realize. Because you are conscious of your limitations too. Ő például ráébredt, hogy bizonyos dolgokat nem tud megtenni, mert a korlátaira rá, tudatossá válik a korlátairól. You cannot get angry with him or with another disciple yet because he's behaving like this or like that. Because you know that his difficulties. Ezért nem vagy mérges erre vagy arra a tanítványra, mert nem tud valamit megcsinálni, vagy nem tud változni, mert ez túl nehéz számára. My disciple Sai is a person who believes that he can make his way even to Everest, yes, with only flip-flops. Szája tanítványom az, aki azt hiszi, hogy egy papucsban fel tud mászni az Everestre. It's like this. So even to him, for him to put something better than flip-flop, yes, you need to say, hey, please, some canvas shoes. But
I cannot change him by force. El kéne neki mondani, hogy a papus nem lesz elég, hogy legalább valami cipőt venjen fel, de nem tudom erővel erre rávenni. Now with him yet will go to Europe, but he has only a baggage like this. Most eljött Európába, de csak egy pici táskája van. For a picnic. Egy piknikszerű, vagy piknikre való táskával jött. I cannot force him. I cannot say, he cannot all of a sudden two baggages like this, a collection of shoes. It's impossible. Nem tudom neki azt mondani, hogy két nagy bőröndel érkez meg rengeteg cipővel, mert túl nehéz. Bonyolult neki ez. With flip flops is enough. And t-shirt, one t-shirt. Bonyolult ezt elpakolni, egyszerű. Két póló meg egy papucs. This mentality is related to other aspects of his personality. He's an example now, but it's everywhere. I don't know the rest of people around him. I know him well. Ő most csak egy példa, nem ismerem a többi ember, de mindenkinek lehet. So all of you have has a mentality. Ez a személyiségének egy aspektusa. It's connected with many aspects in you. It's all related. Ez a mentalitás, ez a személyiséged számos aspektusához kapcsolódik. So you cannot change by force. Ezért nem tudod csak úgy erővel megváltoztatni. Hey, you change. No, because it's connected with the rest. You have to change it all. Nem tudod egyenként megváltoztatni, mert össze van kapcsolódva, csak egyszerre lehet ezt elérni. If it were so simple. És ez nem ennyire egyszerű. Everybody enlightened already. No, it's not so simple. It's complicated. Ez nem olyan egyszerű, hogy mindenki megvilágosodott. Ezért szükséged van segítségre. So to change something in general, you don't need to attack that thing, that aspect. You need to attack other two aspects around. Ahhoz, hogy valamit megváltoztass, nem közvetlenül azt az aspektust kell támadni vagy megfogni, hanem a körülötte lévő többit kell változtatni. So if I want him, for example, continue with the sample we say. Például, hogyha a száj példájával folytatjuk. If I want him to come someday with two baggages, 20 kilos, with all the clothes. Azt akarom, hogy egyszer két nagy bőröndel jöjjön és egy rakás cipővel. I need to attack other two aspects of his ego. Akkor meg kell támadnom az ő egójának két másik aspektusát. I don't know. Anything. I don't know. His hair maybe. I need to change this. And another thing. Például nem más, mint the way he sits for eating. Azt, hogy hogyan fésüli a haját. Like this, maybe not like this. So you change these two aspects and you change the central aspect. Tehát például azt kell megváltoztatni, hogy hogyan fésüli a haját, vagy hogyan ül le enni, hogyan, milyen pózban eszik. Ha ezt a kettőt megváltoztatom, akkor valami harmadik megváltozik. So the human machinery is very complex. Ezért az emberi gépezet, a belső gépezet, ez nagyon bonyolult. You cannot change by force. Nem tudod csak úgy erővel megváltoztatni. Even it's difficult to reduce your weight, yes? You reduce the weight, you see how difficult it is. Még hogyha csak le is akarsz fogyni, nézd meg, hogy mennyire bonyolult. The body fights you. Mert a test harcol veled, hogy visszanyerje a súlyát. Complicated. It's all, you have to change it all. Meg kell változtatni az egész all your lifestyle. Hozzáállásodat, a diétádat, az egész éles stílusodat. To reduce your weight. Ahhoz, hogy súlyt tudj veszíteni, hogy lefogy. So when you understand all this, you are more conscious. Hogyha mindezt megérted, akkor sokkal tudatosabb vagy. And more compassionate. És együttérzőbb. You accept the people more. Jobban elfogadod az embereket. Like they are. Úgy, amilyenek ők. Okay, when I wrote this scripture, the commentary of this scripture, at first I wanted to please the Lord yet with some stanzas, introductory stanzas. Amikor írtam ezt a szöveget, akkor ki akartam engesztelni az Urat 6 bevezető stanzával. So I wrote 6 stanzas in meter. És 6 stanzát, vagy 6 verszakot írtam versmértékben. And in order to honor, yes, in order to do homage to the great Trika master, Trika the philosophy, Trika. Using for Parabhairavayoga, yes, Abhinavagupta. A Trika filozófia az, amit a Parabhairavayoga alapjaként használok, és hogy hogy tiszteletemet fejezzem ki a legnagyobb Trika mesternek, Abhinavaguptának. Do you know Abhinavagupta? Tudjátok ki Abhinavagupta? Száj és Abhinavagupta, not is another Abhinavagupta. Száj és Abhinavagupta, de ő egy másik Abhinavagupta. I gave him this name in honor of the great master. Ezt a nevet adtam neki, tiszteletül a nagymesternek. He's the greatest Trika teacher. Ő a legnagyobb Trika mester, legnagyobb Trika tanító. He lived in the 11th and 12th century. Ő a 11-12. században élt. And so, because he was very fond of
Arya meter. Yes, I selected Arya meter for my study. Mivel nagyon szerette Abhinavagupta az Árya versmértéket, ezért én is Árya méterben írtam meg a hat bevezető stanzát. Arya means the best. Árya azt jelenti, hogy a legjobb. The Aryans is the best. Az Áryák a legjobb. So, first stanza, first two couple, the couple. First two stanza, az első, forming a couple. Az első kettő egyben van. Because I use yasmat and next the correlative tasmat. So yasmat és tasmat, a két stanza, az első és a második, ezért így kapcsolódik össze. You pass copies of the original scripture only. Yes. They have copies. You have copies only of the original scripture. Csak az eredeti szövegről van fénymásolatot. These introductory stanzas are in the commentary. You don't have the commentary. Ez a bevezető stanza csak a kommentárban szerepel, de az nektek nincs meg. They don't have the commentary. No. They have the original. Only the original. Yes. These stanzas are in the commentary because in Sanskrit, in the commentaries, the commentators in general, they usually add stanzas. At a kommentátorok általában a szanszkrit irodalmon belül a kommentár elején adják, vagy közlik a bevezető stanzákat. Sometimes one, sometimes more, sometimes like a Bible of a stanza, it depends on the commentator. Néha egyet, néha kettőt, néha biblia méretű bevezetők vannak, ez a kommentátortól függ. Okay. Yasmat kalesmin paramartha nishtha laksharne santushtaha Ati vibhava viparabhairava paramashivaeva sarva saktihi tasmatso gyana mayadhahi samsaran mumukshadhakanam tranaya swanama bharamtam navayoga mimam masthapayat. So since the greatly mightly Parabhairava, Paramashiva himself, the master of all the powers, was not pleased with the quality of spirituality at this time, therefore, he founded this new yoga, which bears his name, for protecting the spiritual aspirants who desire to escape from burning samsara or transmigration full of ignorance. Mivel a rendkívül hatalmas Parabhairava, Paramashiva maga, minden erőmestere nem volt elégedett a spiritualitás minőségével ebben az időben, így ő megalapította ezt az új jogát, ami az ő nevét viseli, hogy megvédje a spirituális törekvőket, kik vágyják a menekülést az égető szamszárából, vagy újjászülető létezésből, mely telve van tudatlansággal. So kale asmin, asmin, yes, atis kala, atis time. Ebben az időben. In this case, 2016. Yes. Mi esetünkben 2016. Was not pleased. Parabhairava nem volt elégedett. How did I know that Parabhairava was not pleased? Honnan tudom, hogy honnan tudhatjuk, hogy Parabhairava nem elégedett? Because Guru is Parabhairava Murti, is a personification of Parabhairava. Mert a Guru nem más, mint Parabhairava Murti, ez megszemélyesítése Parabhairava. So he started to speak through my mouth. Yes. És ezért ő elkezd beszélni a szájával. So, wow, yes, with fury about spirituality. Haraggal kezdve beszélni a spiritualitásról. Cheaters. Rengeteg csaló van. Ezért ő mérges. This is not pleased. Ez az azt jelenti, hogy nincs megelégedve. It's your essential nature. Parabhairava, te vagy. Sometimes te eszenciális természeted. Sometimes ego. But with him you feel this power. Him. Néha az ego van jelen. De az ő segítségével érezheted ezt. The more conscious you are, the more obvious it is. De minél éberebb vagy, minél tudatosabb vagy, ez annál nyilvánvaló. So, he found it. Because really Gabriel doesn't exist. Yes, him. Valójában ezt ő alapította, mert Gabriel nem is létezik. But when you get liberation, you merge your individuality into him. Mert ha eléred a felszabadulást, az individualitásodat elmeríted benne. So, he decided to found this new yoga, Parabhairava yoga. Ezért ő úgy döntött, hogy megalapítja ezt az új jogát, a Parabhairava jogát. Which bears his name. Ami az ő nevét Parabhairava viseli. Oh, Parabhairava. Ez jó, Parabhairava jogája. And why not Paramashiva? Miért nem Paramashiva? Same, why Parabhairava? Hogyha ugyanaz, mint Parabhairava. For a simple thing. Nagyon egyszerű okból. Both names are holy. Mind a két név szent. But Parabhairava has a simple
ves, simple writing, transcription into Roman characters. De a Parabhaira név egyszerűbben leírható nyugati nyelven, transliteráció. Paramashiva requires an S with a written accent, a special character. Paramashivában az S betű, Shivás betűje, az speciális egy ilyen apostrofos karakterrel irandó. So it's all the time a problem, not in Sanskrit. In Sanskrit with sign no problem. The problem is all the time when we transcribe into IAST system, International Alphabet Sanskrit Transliteration, with a character, special character, you have problem. Sanskritul nincs probléma az eredeti jelekkel, de amikor azt átírjuk IAST-ra, a nemzetközi ABC formájára a szanszkrit nyelvnek, akkor találkozunk ezzel, hogy speciális betűt kell használni. So I decided Parabhairava. Ezért döntöttem a Parabhairava mellett, hogy az jobb, mint a Paramashiva. For books. Könyvekhez. Side Parabhairava is more simple to put this. Logókhoz, feliratokhoz, sokkal egyszerűbb. Because I know if I put Paramashiva, they will write SH with Paramashiva. I know. Mert hogyha a Paramashivát írok, akkor SH-val kezdi el mindenki írni. És ez a tudatlanság. Mert valójában S és apostroffal kell tetején írni. So in order to protect the name of my yoga from people. Tehát ennek az oka az, hogy megvédjem az emberektől az én jogámat. Now they can forget an H now in Pairava, but the Shiva no, with this H no. Most elfejthetnek majd hát a Parabhairavából. It's Shiva, not Shiva. 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 Accent on the last vowel, not Shiva. Shiva. Az utolsó magánhangzó kell, hogy legyen a hangsúly. Shiva. 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 Shakti, power of Shiva. Shakti nem más, mint Shiva ereje. Or Shakti. Both are accepted. Shakti, Shakti. The same. Ez a Shakti helyes kiejtés. But Shiva, only Shiva, no Shiva. Shiva no. Nem Shiva, hanem Shiva. No Krishna. No. Nem Krishna. 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 Így kell ejteni helyesen. Last syllable. But the scholars like me, we are so tired, yes, of hearing all the time mistake that we decided not to correct anymore. De a skolasztikusok, so, mint én, egyszerűen belefáradtunk, hogy ezt állandóan kijavítsuk. Mi? Ezért inkább nem foglalkozunk vele. Correct. Like in the mantra on namaḥ śivāya, yes, they pronounce on namaḥ śivāya. No, it's on namaḥ. Namaḥ. There is a sound there. Van egy ilyen hang. It's not namaḥ. Ez. This H is not mute. It's not an H. It's an H with a dot below. It's a viszarga, it's a real sound inside. A namaḥ végén a viszarga, a H alatt a pöttye, az nem néma, azt ki kell ejteni. Így, ahogy Gurudzsunk tett. So, in Spanish they pronounce on namaḥ śivāya. No, it's on namaḥ. Spanyolul namaḥ. Így ejtik, ahogy ejtettem, de ezt valójában namaḥ-nak kell ejteni. Namaḥ śivāya. Other people pronounce with echo. On namaḥ śivāya. No, it's wrong. Egyesek visszhanggal ejtik, így, hogy Om Namah Shivaya, de ez nem helyes. Iko is only if the visarga ah is at the end of a sentence. A visszhang csak akkor kell, hogyha a visarga a mondat végén van. Iko. For example, Om Shivaya Namaha. Például good. Om Shivaya Namaha. Ez visszhangos, mert a végén van. If the word is in the middle of the sentence, no, it's Om Namah Shivaya, no Iko. Hogyha a viszarga a H a namaḥ végén a mondat közepén van, akkor nem visszhangzik az előtte lévő magánhangzó. You know something about photography. You know something. Valami olyasmi, mint a fotózással kapcsolatban. And next you face an expert in photography. It's the same. Aztán találkozol egyszer egy... So you realize how many mistakes you've made before. Yes? Egy szakértővel, fotóz, egy fotóssal, és akkor... Oh, I saw that million megapixel better picture now. So you realize, oh, it's not, no. Például azt hiszed, hogy a sok millió megapixeltől lesz jó egy fényképezőgép, vagy egy fénykép, és aztán... Not necessary. És ez nem feltétlenül... He will tell you, not necessary. Igaz, ezt egy szakértő elmondhatja neki. So develop a study of photography, you say, oh my God, I cannot understand. Yeah, this is so difficult. Tanulsz rengeteg dolgot, például a fotózásra, aztán kiderül, hogy
Because every area of human knowledge is, or divine knowledge is very complex. Mert az isteni tudás rendkívül bonyolult. So you will go with your namaḥ śivāya. No, no, or namaḥ. It's difficult, complex. Shiva. Krishna. Krishna. But you have to learn. Szóval ezeket a kiejtések, ezek bonyolultak, de ezt meg kell tanulni. Especially you will teach in the future, but you will pass ignorance on. Mert különösen akkor, hogyha tanítasz a jövőben, mert ha hibásan adod át, akkor tudatlanságot tanítasz. Okay. So he founded this new yoga. So some people ask me, yes, why you founded the new yoga if we already have the yoga of Trika philosophy, yes, the Trika yoga. Why you founded the new yoga if your yoga is based on Trika philosophy? Sokan kérdezik tőlem, hogy miért hozta létre ő ezt az új jogát, a Parabhairavayogát, hogyha a Trika joga, amire a Parabhairavayoga alapszik, már eleve adott. Why did you find? I remember an Indian guy asked me in March of the last year when I was on my tour in India. Amikor tavaly márciusban Indiában voltunk, akkor egy indiai ember megkérdezte ezt tőlem, hogy miért elmennek. There is a point. I will explain. Van értelme, és kifejtem. Because the original yoga of Trika philosophy. Mert a Trika eredeti jogája, a Trika filozófia eredeti jogája. Because a philosophy is not a yoga. Mert egy filozófia nem egy joga. Philosophy is theory. Mert a filozófia teória. Ez egy nézőpont. The theoretical part. Ez a teoretikus része. Yoga is with practice. A yoga gyakorlattal együtt. Span. Ez kiterjedt ez. Actual realization. Valódi realizáció. And but we have the Trika yoga, yes, the yoga of the Trika philosophy. But I cannot change it. Megvannak, létezik az eredeti jogája a Trika filozófia. I cannot modify certain aspects, because it's already fixed. De nem tudjuk megváltoztatni, mert már eleve így működik. So, in order to change, I need to found a new yoga. Tehát, hogy megváltoztatások bizonyos dolgokat, szükség van arra, hogy létrehozzak egy új jogát. Why to make some changes? Because miért kell változtatni bizonyos dolgokon? I don't belong to the direct lineage of the Trika tradition. Mert nem tartozok a közvetlen Trika tradícióhoz. I belong to the tradition of Siddha Yoga. Hanem a Siddha Yoga tradíciójához kapcsolódom. But somehow my lineage intersect the lineage of the Trika tradition. De az valamilyen módon az én vonalam a Siddha Yoga összekapcsolódik a Trika jogájával. Yeah, because my guru was very close to Lakmana Ju, the guru of the Trika tradition. Mert az én gurum nagyon közel állt Lakmana Juhoz, a Trika tradíciójához. My guru spread the Trika knowledge throughout the world. Az én gurum kezdte el terjeszteni a Trika tudományát a világban. So it was natural for me to study Trika knowledge. Tehát ezért számomra teljesen egyértelmű volt, hogy a Trika tanításai tanulmányozott. Even if I didn't belong directly to the Trika tradition. Még akkor is, hogyha nem tartozom közvetlenül a Trika tradíciójához. Because in my lineage they teach Vedanta and Trika. Mert az én tradíciómban Vedantát és Trikát tanítanak. Két filozófiai rendszert. Did I prefer Trika over Vedanta? Szerintetek a Trikát szerettem jobban, mint a Vedantát? No. Nem. You don't decide. All the time by command. Ezt nem te döntöd el. Nem így volt, de ezt nem te döntöd el. This is the right way to learn. Mert ez parancsra történik. My acharya told me, learn Trika. Az acharyám tanítóm azt mondta, hogy Trikát tanulj, ne Vedantát. In fact, I didn't like Trika at first. De először nem szerettem a Trikát, hanem a Vedantát szerettem. And it's by command. I studied Sankhya by command too. He told me, study Sankhya. Tehát egy parancsra kezdtem el Trikát tanulni, ahogy akár csak a szanszkritot. Not your ego deciding. Oh, I like, I dislike. No, it's him. It's a command. Nem az ego dönti el, hogy ezt szeretem, vagy azt szeretem, hanem ezt ő dönti el. Ez egy parancs. All is by command. Minden parancsra történik. Így működik. When it's you deciding, it's not work. Hogyha az ego dönti el, az nem fog működni. But your ego mixed there is with idea. Az egóban össze-vissza keverednek az elképzelések. 1989, when I was about to go for my first Sanskrit class with my Sanskrit teacher. 89-ben voltam az első Sanskrit órán a tanítómmal. My Sanskrit teacher was expert in Vedic Sanskrit. A Sanskrit tanítóm szakértője volt a védikus Sanskrit. I wanted to learn post-Vedic Sanskrit. És én a
védikus szanszkrit utáni szanszkritot akartam tanulni. But I couldn't force him. Obviously, he's a teacher. I cannot say, hey, come on. No, it's Vedic. De nem tudtam hatást gyakorolni rá. Ezért védikusra tanultam, védikus szanszkritot. Vedic Sanskrit is much more difficult than post-Vedic Sanskrit. A védikus szanszkrit sokkal bonyolultabb, mint a klasszikus szanszkrit. Different pronunciation, more complex, more accent, more rules, everything. Rengeteg, sokkal bonyolultabb különböző akcent vagy kiejtési módok vannak benne. I counted around 37 written accents in Vedic Sanskrit. 37. Really? Yes, I can. 37. Nem jut eszembe magyarul. Igen, hangsúlyozás, kiejtési módozat van 37 a védikus szanszkritban. A védikus utáni klasszikus szanszkritban pedig nincs ennyi, ez sokkal egyszerűbb. For example, in Vedic Sanskrit, om namaḥ śivāya. This is post-Vedic. Om namaḥ śivāya. Ez, amit most mondok, ez a védikus szanszkrit utáni szanszkrit. In Vedic Sanskrit is Aum namaḥ śivāya. Aum namaḥ śivāya. This is Vedic. Ez a védikus szanszkrit. It's like alien. What is that? It's a surprise. Meglepő. Like me at that time, surprise. Teljesen meg voltam ekkor lepődve. So I have to grab all the knowledge in Vedic Sanskrit and to translate into post-Vedic on the fly. Ezért mindent védikus szanszkritból tanultam, és azt át kellett ültetnem a védikus utáni szanszkritra. Massive intellect. Nagyon-nagyon polyglot, massive intellect. Nagyon erős intellektussal bírt a tanító. I would suffer a lot with my intellect. Rendkívül nehéz volt. Az intellektusom rengeteget szenvedett. Sok fejfájás, nyomás. But before going for the first time to him, my acharya did a narati in front of me De amikor legközelebb mentünk hozzá, az én tanítóm végrehajtott egy áretit, egy szertartást so előttem. I remember it was like this, with arati, with lights, he has a tray with lights. Ilyen tálcán vannak mécsesek, és köröznek vele. So he was pronouncing it, he was. I was competing on that time, he's competing on it. Teljesen tudatlan voltam abban az időben. Like a victim. Így ültem, mint egy áldozat. So he was saying, oh, great being. Yes. Not about ego, about Parabhairava and me, you and everyone. Yes. A bennem lévő Parabhairavához intézte a szavakat, so hogy I felt ó, nagy létező. Yes. I felt like, oh, great being, you are telling me, he's telling me great being, and he's acharya, and I'm disciple, why he's telling me? Na hát furcsa volt, mert ő egy ácsárja, azt mondja nekem, a tanítványnak, hogy jaj, te egy, milyen nagy létező vagy. But he was speaking with the God in me. De ő beszélt a bennem lévő úrhoz, nem az egóhoz. Awake, awake. Ébredj fel, ébredj fel. You will spread Sanskrit knowledge around the world. És szanszkrit nyelvet fogsz tanítani a világban. So my ego at that time. És az egóm ebben a pillanatban. 1989. 89-ben volt. How to spread this knowledge around the world if I have no money for ticket here for the plane? És akkor feltettem annak a kérdést, hogy hogy fogom ezt a tudást terjeszteni a világban, hogyha még jegyekre sincs pénzem repülni. Next the internet came, yes, and I could spread the Sanskrit knowledge through internet, and now I understand. Aztán jött az internet, és megjött a lehetőség arra, hogy terjesszem a szanszkrit tudást. But that time no internet. De akkoriban nem volt internet. Mindenek ellenére azt mondta, ezeket a szavakat intézte a bennem lévő úrhoz, az ácsárja. And for the disciple at that time, for me, no idea how that could be possible. És a tanítványnak, aki akkor voltam, fogalma se volt, hogy ez hogy lehetséges. Ez like a tulajdonság. Mint egy állat. Like an animal, yes, is there, my cat's like there, and how is it possible that my owner, yes, creates food for me? How is that? Ez olyan, mint egy macskának teljesen misztikum az, hogy hoz létre kaját, macska kaját. They don't know how they don't know how to create food. A macskák nem tudják, hogy they kell hunt. Ételt készíteni, ők vadásznak. So vadászniuk kell. Divine for them. Ez számukra egy isteni művelet. The owners are divine for the animal. Az állatok számára a gazdák azok az istenek. They create food. Ételt készítenek, megvédenek. Good water. Vizet adnak nekem, vagy neki. Great beings with common people, yes, are like
divine to you, they are divine. A nagy létezők a hétköznapi emberekhez képest pontosan ugyanilyenek. How did he know, yes, about internet in the future, yes, moving all the knowledge like this? Yes. Honnan tudott akkoriban az internetről, hogy ezt a tudást terjesztessem? It's the same, superior intelligence. Ez a kimagasló intelligencia. The disciples are very funny because of the thought they have. A tanítványok rendkívül viccesek, mert tele vannak mindenféle ehhez hasonló gondolatokkal. With my body. It's about the knowledge traveling, not my body. Mert nem tudtam, hogy hogyan cipáljam el testem egyik országban másikra, holott a tanítás terjesztéséről volt szó. Okay. Third stanza, introductory stanza. Svair lagu vyakhyabhis saha dvana vadiratma virachitanam sutranam mimani tasmaitena hyadhuno pahritani. These 92 aphorisms written by himself along with their respective short comments are now offered by him as an oblation to him. Harmadik aphorizm. Ez a 92 aforizma, mely általa íródott, együtt a hozzátartozó rövid kommentárral most felajánlásra kerül általa saját magának. But he's alone. De ő egyedül van. Always. Mindig. There's nobody else. Nincs senki más rajta kívül. This is realized after liberation. Ez az, amit, amire rájössz felszabadulás után. All is one. Minden egy. You see different people here. You see different people. Látsz most különböző embereket itt? Different being. You see many beings. Látsz meg annyi létező? You don't see my congratulations, because you are enlightened. Mert hogyha nem látod, akkor gratulálok, mert akkor felszabadul. It's the first aspect of being. Ez a tudatlanság első aspektus. Many beings. Látsz rengeteg létezőt. When you don't see many beings, you are enlightened. Ha nem látsz sok létezőt, akkor felszabadult vagy. You see many bodies, but only one being. Sok testet látsz, de csupán egy létező van. The first aspect of ignorance is to create multiplicity. Ez a tudatlanság első aspektusa, hogy sok rétűséget hoz létre. Shri Parabhairavayogoyam Trikadarsana Pratisthana Pratisthapanopi Siddha Paramparya Parimalena Bahusho Dhivasitastu. This venerable Parabhairavayoga, though having Trika philosophy at its foundations, is anyway abundantly perfumed by the fragrance of the uninterrupted succession of siddhas or beings who attain perfection. Ez a tiszteletre méltó Parabhairavayoga, bár alapját a Trika filozófia adja, minden esetre bőségesen át van itatva a szitthák vagy tökéletességet elért létezők szakadatlan láncának illatával. Siddhas are come from the verb sit. A siddhák szó a sit gyökből jön. Double D, siddha. Dupla, két D-vel, siddha. It's an transliteration, DDH, in Sanskrit. Transliterációval DDH, a jeleknél természetesen más. Buddha, double DDH, well. All these words, Buddha, siddha, come from verbs with only DH. Ezek a szavak, a buddha és a siddha is egyetlen DH-s, abból a gyökből származnak, ami egy DH-val van írva. For example, siddha come from sit. Például a siddha szó a sitből jön. Buddha come from buddha. A buddha a buddhból jön. According to rules, yes, of creation of past participles in Sanskrit. Különböző szabályoknak megfelelően. You are right that buddha, siddha. Azt mondhatod, hogy Siddha, Buddha. So Siddha is a person who, because Sidd means to be successful. Sidd azt jelenti sikeresnek lenni. So Siddha is a person who attained successes, who was successful. Ezért Siddha nem más, mint az a létező, aki elérte a sikert. Successful in what? Sikert miben? Liberation. A felszabadulás. In attaining the goal of life. Elérte az élet célját. Escaping from samsara, from constant transmigration, from one body to another body. Megszabadult a samsarától, a folyamatos újjászületésből, vándorlásról, testből, testbe, gondolatból, gondolatba. This is Siddha. And Siddha is a special name we use in my lineage for liberated people. A Siddha pedig, mint kifejezés, egy módszer, vagy egy szó arra, hogy megnevezzük a felszabadultakat az én tradícióban. Taranda was a Siddha.
Muktananda például egy szitha volt. It's a word we use for liberate. Ezt a szót a felszabadultakra liberate használjuk. Is mukta in Sanskrit. Mukta, felszabadult, szanszkritul. But siddha in our tradition is another, it's a synonym. De a mi tradíciónkban egy ilyen szinonimaként a siddha használatos. And why I say siddha? Because I'm pointing out that there is this Parabhairavayoga, though having Trika philosophy as its foundation, is anyway abundantly perfumed by the fragrance of the uninterrupted succession of siddhas. This is poetic in order to describe that it's an intersection between the Trika lineage and the Siddha Yoga lineage. Azért fogalmaztam így, Siddha szóval, mert bár alapját a Trika filozófia adja, minden esetre bőségesen át van itatva a szitták vagy tökéletességet elért létezők szakadatlan láncának illatával, és ez azt jelenti, hogy összekapcsolódik a Trika és a Siddha Yoga. Yah mukti pada vi vimam pratipadyata sakshipam samprishet ani anirvapyartha sankulam vismaya kari paramashivam eva. The one who follows this path of liberation quickly comes into contact with astonishing Paramashiva himself, who is replete with inextinguishable meaning. Az, ki követi a felszabadulás emelősvényét, hamar kapcsolatba kerül magával a lenyűgöző Paramashivával, ki csordultig telve van kiolthatatlan jelentéssel. Quickly. Gyorsan. Comes into contact. Gyorsan kapcsolatba kerül. Why the time is longer? De miért hosszú mégis ennek ellenére az idő? Because you don't understand. Mert hogy ezt nem értem. The contact. A kapcsolatot. Because he speaks in way you don't understand. Mert ha így beszél, nem érted. It's mysterious. Ez a misztikum. But the contact is immediate. De a kapcsolat létrejön, csak nem érted meg. This is the quality of the Lord, Paramashivaya. Ez az Úr Paramashiva jellemző. The contact with him is immediate. A vele való kapcsolat azonnali. But you require more time to understand what happened. De szükséged van több időre, hogy megértsd. He's not in the realm of vikalpas or thoughts. Ő nem a vikalpák vagy gondolatok terepén létezik. The other day we were with disciples why to stop the mind. It's why it's so important to stop the mind, to calm down the mind. Why it's so important? Beszéltünk arról, hogy miért annyira fontos, hogy megállítsa valaki az elmét a tanítványoknak. Because disciples in general advance a lot. Yes, advance, but they forget the basic knowledge. Mert a tanítványok folyamatosan fejlődnek, de elfelejtik az alaptanítást. Why this striving is for making the striving to make the mind completely calm is completely. Miért kell erőfeszítést tenni, hogy az elmet maradéktalanul csendes legyen? So the disciples were speechless. Ezért a tanítványok szótlanul. They advance, but they forget the basic knowledge. Ez a tanítványok jellemző, hogy haladnak, fejlődnek, de elfelejtik az alapvető tudást. It's because Paramashiva is not related to thoughts, to vikalpas. Azért, mert Paramashiva nem tartozik a vikalpákhoz. So while your mind is working, amikor az elméd működik, ha az elméd hétköznapi állapotban működik, akkor nem érted őt. To understand him, you need to empty your mind for some time, at least. Ahhoz, hogy őt megértsd, ki kell ürítened legalább egy időre az elmédet. So you can understand. Ezért start to understand. Elkezded megérteni. And because he is not relational. Mivel ő nem relatív. All your thoughts are relational. Minden gondolatod relatív. For example, you think about I don't know, a fruit, yes? Például egy gyümölcs. Banana. These are how is it? Strawberry. No, no, strawberry, already ate them. Raspberry, I don't know. No, this peach. Peach, but a little see. Peach. How is little peach? Damascus in Spanish. I cannot see. Peach. Peach, yes. Peach, but peach. It is smaller. Small peach. Apricot. Yes. So, the thought, apricot. Tehát a gondolat azt mondja. But is related to an actual apricot. De a gondolatod egy konkrét barackhoz kapcsolódik. Relational. But Paramashiva is non-relational.
Tehát kapcsolat van, konkrétan kapcsolódik valamihez, de Paramashivan nem ilyen, hanem azonnali. You cannot think about him related to another thing. No, it's full. Nem gondolhatsz rá úgy, mint ami kapcsolódik valami más dologhoz, azért, mert ő teljes. So you are all the time dwelling in the kingdom of Vikalpa, you cannot understand. Mert hogyha te állandóan a vikalpák vagy gondolatok világában létezel, akkor nem értheted meg őt. That's why this cost an effort, yes, to empty the mind. Ezért van állandó, vagy ezért kell folyamatos erőfeszítést tenni, hogy a gondolatokon túl legyen. Not hogy megállítsd az elmét. Nem örökre. In the moment you can understand. When you can understand him, okay, the mind can continue, no problem. Csak egy időre, hogy megértesd őt. Ha megértetted őt, az elme mehet tovább, nem probléma. It's like imagine some water, yes, you don't see the source because the movement of the water, yes, is disturbing you. You cannot see the source of the water, yes, immersed. Olyan ez, mintha valami víznek a forrását keresnéd, de nem látod, mert zavaros a víz. But when you stop, the stream of water is emerging, so you can see the source. Ah, okay. De hogyha a víz mozgása megáll, akkor láthatod a forrást. So this Paramashiva, who is replete with inextinguishable meaning. Ez az a Paramashiva, aki telve van kioltatatlan jelentéssel, a megszüntetetetlen jelentéssel. Why this artha, this meaning? Why, ez az why, artha? Why I wrote about it? Miért írtam azt, hogy jelentés? Because all the mental problems of people, yes, not only when they are insane, no, common mental problem, yes, for example, depression, yes, is lack of meaning. Mert a hétköznapi emberek esetében például ki depresszió, tele van depresszióval, nincs jelentés, nincs valódi értelmezésben, valódi jelentés. Minden lényegtelen, meaningless. Minden üres. But when you contact Paramashiva, you cannot be depressed. De hogyha kapcsolatot teremt, vagy kapcsolat jön létre Paramashivával, akkor nem lehetsz because magad alatt. You are all the time contemplating on the marble. Mert folyamatosan az ő ragyogásán, gyönyörén kontemplál. Marble. Az ő csodáján. Ezért nem, lehet szomorú. You are completely conscious of Paramashiva, and you see all like one. Mi az ő csodája, mi az ő csodálatossága? Az, hogyha rajta kontemplálsz, mindent egynek látsz. You don't see being, you see him. Nem látsz létezőket. Csak so őt látod mindenben, ezért nem lehetsz depresszió. Nem lehetsz rossz kedvű. You're depressed when you don't see him, when you see beings. So you're depressed. Akkor vagy szomorú, amikor nem látod őt, hanem csak sok létezőt lát. You see. Him and you're depressed. Látod őt például, és teljesen szomorú leszel. Because sadly. Becsúnya. Beautiful lady. Huh? You're not depressed, yes? So you're all the time like a toy, yes? De aztán látsz egy szép lányt, beautiful lady, és akkor nem vagy szomorú. Ah, you're depressed. You're a toy in the hands of ignorance. You're all the time a toy. Yes? According to the circumstances, you are happy or unhappy. A körülményeknek megfelelően vagy boldog vagy, vagy szomorú vagy, ezért ki vagy szolgáltatva a tudatlanság játékának. But when you see him all the time, yes, you're all the time, you know, impressed. Yes. De hogyha őt látod mindenhol, akkor ezen felülemelkedsz. So, Paramashiva is full of meaning. Ezért Paramashiva telve van jelentése. All the thing you want to be full, yes, that you say I need this, I need that, but he has it all. Minden, amiről szeretnéd. So the experience is completely overwhelming. Telve van minden. Ő minden, és ennek a tapasztalása teljesen lehidalul. Even a fraction of a second with him is overwhelming. Még az vele való egyetlen másodpercnyi kapcsolat is teljesen álmulatba ejtő. When I got liberation, amikor elértem a 27 years yes, fighting. Felértem a felszabadulást 27 év harc után. I was like this, yes, oh my god. Atya úristen, ez volt a reakció. It's such a power. Hatalmas erő, amit there's nem tudsz no elképzelni. To describe. Nem tudod elképzelni. Nem lehet leírni, nincs szó, ami leírja only ezt az erőt. You are looking for in this ridiculous world, yes, ez az az erő, amit keresel minden egyes dologban, az emberekben, a világban. All ezt the happiness akkor. You are looking for with people, yes, just grabbing people, yes, or with objects, all this, I mean, nothing.
Minden boldogság, amit az emberekkel együtt, vagy az emberekben megtalálsz, az ehhez képest semmi. A test teljesen összeomlik. What is divine kills the body very fast. Yes, yes. Mert ami isteni, az a testet nagyon hamar meg tudja ölni. Divine is high voltage. Olyan ez, mint egy magas feszültség. Strong energy. Rendkívül hatalmas erő. The bliss is so massive that it's ridiculous the rest. The rest is ridiculous. Annyira intenzív a gyönyör ennek az állapotnak, hogy minden más nevetséges hozzá képest. Bliss with me. Playing with the ball. Yes, it's a bit stupid. Bár játszani. With the family. It's a bit stupid. It's massive. It's vagy a család által adott öröm, vagy ilyesmi. Ez semmi. Teljesen nevetséges ehhez képest. It's the all on the yogi, lady. Present. Ez az összes öröm, gyönyör, ez a yogira hull. So the body can die. Ezért a test meghalhat. If the body doesn't die, the person is liberated but with a living body. Hogyha a test nem hal meg, akkor a személy felszabadultá válik, de élő testen. A fraction of a second. Egyetlen másodperc töredéke alatti teljes kapcsolat által. With intelligence who created all. Azzal az intelligenciával, ami mindent létrehozott. At that time you realize that you were not conscious. Ebben a pillanatban rájössz, hogy nem voltál tudatos. It's a mass of consciousness. Your life before is like a joke. It's a joke. Az életed ezelőtt a pillanat előtt egy vicc. Erre ráébredsz, hogy ez egy vicc. My worst thought, what? Oh my God, what? And what did I do before? Mit? It was my what did I do before? Mit csináltam ezelőtt? Because all my action before was like It's not negative. It's not like oh my action. It's not ego. It's like surprise. What did I do before? Ez egy meglepetés erejével ér a felszabadulás. Minden korábbi tettem egyszerűen ostobaság, őrület. Even my yogic activities, like crazy. Nem negatív, crazy. Tehát nem negatív a korábbi tetté megítélése, csak abszurd. Ehhez a ragyogáshoz képest. I forgot my body, my family, everything, the world. Forgot everything. Elfelejtettem a világot, a testemet, a családomat, mindent. Ez a halál. Ez a spirituális halál. After that you are reborn. Ezután újra születsz. It's by surprise. Ez like an animal. Teljesen meglepő, mint egy pillanat. The same way, 5 hours before grabbing my cats to the hotel, yes, I was telling them, in 5 hours your life will change drastically. Tehát 5 órával, azelőtt, hogy a macskáimat elvittem a hotelbe, mondtam nekik, hogy 5 óra múlva az életetek meg fog változni. You will see. Why? Mondtam, hogy na majd meglátjátok, ők meg csak néztek. In 3 hours, in 2 hours, in 1 hour. He's coming now. The person in the hotel there to grab the cats. Aztán... And they continue like, oh, we'll stay here forever. No. Shh, track, yes. What's happening? Is this like this? És akkor egyszer csak megtörtént, amikor beraktuk őket a hotelbe. So even if you are warned, I was warned before about this experience. Yes, you, when you have the experience, you cannot believe it. Hogyha ezt a tapasztalást eléred, akkor sem hiszed el. Egyszerűen hihetetlen súlya van. Because what you receive at that time, of holy time, yes, all your effort before are nothing. Mert abban a pillanatban, amikor ebben a szent pillanatban, amikor ezt eléred, minden korábbi erőfeszítésed semmivé válik. Because I spent 27 years, it's a long time. 27 évig gyakoroltam erőfeszítést. But when you spin in this, you realize that it was very cheap. De amikor ezt megtapasztalod, akkor rájössz, hogy ez rendkívül olcsó. It's a surprise. Volt, és ez meglepő. You gave 27 years and you receive all. 27 évet adsz, és megkapsz mindent, tehát ez olcsó. But when you're making effort, you think, it's tremendous, it's very different, it's very expensive. But when you receive, it's very cheap. De amikor az erőfeszítést éppen teszed, akkor rendkívül bonyolultnak, nehéznek és drágának tűnik. Aztán a végén kiderül, hogy rendkívül olcsó. Mert You are reborn in new person. Egy új emberként, egy új személyként születsz meg. And your body continue. You are fortunate, your body will die. Ha szerencsés vagy, a tested meghal. I wasn't fortunate. Nem voltam ilyen szerencsés. Mert tovább kell élnem. At first you can say, oh, it's better if the body continues to live. No. Először azt mondod, hogy jobb, ha a test tovább él. De ez because nem így van. Have all this time this fear of death, yes? We all the time consider death as something bad, yes? No, it's good.
Mert folyamatosan úgy gondolunk halálra, mint ami rossz, de valójában jó. Because you abandon the body liberated, so you forget the body completely. Mert amikor and you are in bliss, yes, you abandon, it's the best test you can have. Amikor elhagyod a testedet, akkor annak a gyönyöre teljesen szabad, és az a legjobb. Elfelejted a testet. Now we have to wait for some days in the future, so it's not fortunate. De meg kell várni majd valamikor a jövőben a halált, és ezért you nem have szerencsés. To be with people around, with disciples, not good. És aztán körbe lesznek tanítványok, és ez sem jó. People say, oh, surrounded by disciples, worship. That's not good. Az emberek azt hiszik, hogy jó dolog az, hogy körül vagy véve tanítványokkal, akik imádnak. You didn't experience this, it's good, yes, because you don't know. Amíg nem tapasztalod meg a felszabadulást, akkor ez jónak tűnhet. But after the experience of Parabhairava, no. De Parabhairava tapasztalata után ezt az egészet nem akarod. My guru, I remember, he said, no, I'm guru because it's like a duty. Not because I'm in love with the guruhood, yes, no, Parabhairava. Emlékszem, a guru mondta, hogy azért vagyok guru, mert ez egy feladat, nem azért, mert szeretem csinálni. Parabhairava, to be all the time with ignorant people saying nonsense. Mert a testben élve mit kell csinálni? It's like being with animals. Folyamatos ostobaságokat kell mondani but másoknak. But not cats and dogs, with pigs, with cows. Nem kutyáknak és macskáknak, hanem so teheneknek és malacoknak. Like this, and you like them, yes, but you don't want to be all the time. Szereted and őket, I'm de joking, nem, I'm not joking. Nem akarsz real. Velük it's lenni. My real experience. És én nem viccelek most, the ez time, a valódi yes, tapasztalatom. Like this, it's sad. You start to feel bad. You want to be secluded sometimes. You want to be secluded. Egyszerűen néha el kell szabadulnod tőlük, so, mert and túl when sok. I give Shaktipata, I absorb a little bad karma from people. Amikor én Shaktipatát adok, so, akkor a rossz karmának egy pici részét elveszem tőlük, és a testem számára mérgező. Depends on the person. Some person are cleaner. A person are dirty. Ez a személytől függ. Egyesek tisztábbak, mások moskosabbak. You have to burn all this with meditation. És ezt utána a Shaktipat nice után meditációban el kell égetnem. És ez nem egy jó dolog. Ez egy kötelesség. Maybe you, Miklós, think that I'm in love to be with you. Például Miklós hiheti azt, hogy én szeretem őt, pedig nem így van. It's not about you, it's about ez nem rólad szól. Ignorance. Ez a tudatlanságról szól. It's damaging. Ez bánt. It's not about people, it's ignorance, it's the dramas of people, it's like a joke. Az emberek drámája olyan nekem, mint egy vicc. The drama they have, you say. It's like a joke, you say, well, for children, like children, animal or children, children, Például a gyerekek, amikor ezt csinálják. Teljesen abszurd számomra. The thing they are worried about. A dolgok, amikért aggódnak. But you cannot tell them, nah, stop it, and you have to listen to give some advice or something. This is hard. De nem mondhatod ezt el nekik, úgyhogy bölcsen hallgatnod kell és tanácsokat adni nekik, és ez eléggé fárasztó. It's like a cat coming to you, oh, my great problem is to get some milk. Az olyan lesz, mintha egy macska jönne hozzád, és azt mondaná, hogy az a nagy probléma, hogy szükségem van tejre, és hogy tudok tejet szerezni. For you it's not important, because you want milk, you go to supermarket and buy something, a million liters of milk, yes, but for the cat it's very important to have a little milk. De számodra nem probléma, mert elmész a boltba, és több millió liter tejet szerzel, de a macskának meg nincs, nem tud hozzá. You have to tell him something nice, yes, and good for the person, you cannot be aggressive, say, ah, stop it, I'm fed up with the milk. És muszáj valamit mondani neki, hogy mert nem mondhatod azt, hogy na, hagyjál, melegen van a tejtől. It's ungrateful to be good. It's not good. Nagyon-nagyon nem áldásos állapot gurunak lenni. Role. Ez egy nagyon nem áldásos szerep. And it's so childish. Gyerekes, nagyon. Some people wanted to be happy with other people, yes? So they ask you, I don't know. Egyesek más emberekkel akarnak. Egyesek mások akarnak boldogok lenni, és ilyet kérdeznek, hogy hogyan lehet boldog életük. Mondok nekik valamit, de az igazság az, hogy a tudatlanságban sosem lehetnek boldogok. Soha. Even you are the best person in the world. Még ha te vagy a világ legjobb embere, és akkor sem. You are not conscious. Nem vagy tudatos. Even if everything is okay in your life, you cannot enjoy a lot. Hazug vagy, folyamatosan
gyakorlatilag egy hamis ember vagy. How many good times in your life you couldn't enjoy it? Mennyi jó dolog van az életedben, és mégsem tudod egyiket teljesen élvezni, mert az ego ott van a középen, és dumál folyamatosan. There is a happy occasion, and anyway you say, no, I don't want your ego, I don't want. So you don't enjoy, because it's ignorance, it's everywhere. Még ha van egy jó hely, vagy egy jó helyzet, amiben benne vagy, akkor az ego akkor is valamivel problémázik, hogy éppen mi nem tetszik neki. I dislike. Nem szeretem. I dislike this. This is a ignorance. Nem szeretem ezt, nem szeretem azt, ez a tudatlanság. Because ego cannot be happy even when everything is okay. Az ego még akkor sem tud boldog lenni, hogyha egyébként minden rendben van, mert ez a természete. So if someone asks me, what's my recommendation about a person to live with, is it well? De amikor kérdezi tőlem valaki, hogy mit ajánlanék azzal kapcsolatban, hogy vagy kivel éljek. Az válasz az, hogy először is légy tudatos. So my guru, some people going with the blueprints for a new house, to build a new house, yes, but to be happy. But no, I'm a guru, I'm not an architect. But people are inside it. Egyesek a gurumhoz ilyen épülettervrajzokkal mentek, hogy szeretnének építeni egy új házat, hogy abban boldogok lesznek el. Mondta, hogy de én guru vagyok, nem építész. You come to a guru for freedom, for liberation, yes, not for... A guruhoz a szabadságodért kell. Not for requesting some temporary advantage. Nem azért, hogy valami ideiglenesset kér tőle. Sometimes when Bhagavan Nityananda was receiving people, that's why guruhood is very very bad, very bad, because Bhagavan Nityananda was receiving people, a lot of people. Például Bhagavan Nityanandához rengetegen járultak. A guru, my guru. Az én gurum gurúja. And my guru was fed up with people asking for trifles. Ez a gurúnak elege lett abból, hogy az emberek mindenféle ostobaságot kérnek. So you come to me with trifles, yes, I will listen to you with compassion, yes, and everything. Tehát ha te ilyenekkel jössz hozzám, akkor én együttérzően figyelek. I will lie to you because I'm a cheater. But azért, mert átverlek. But I know to do it. But even if you do it, I will listen to you. De a legjobb az, ha nem teszel ilyet, de ha mégis ilyet tennél, akkor én figyelni fogok. Parmutana was very angry with people asking for children, you know, for money, for de better economic situation in life. De Muktanandának nagyon elege lett belőle, hogy az emberek gyermekáldás miatt, pénzért, szociális jólétért, ilyenekért járultak a guruhoz. So when people left, és amikor az emberek elmentek, after seeing Bhagavan Nityananda speaking with him, He was scolding those people. Yes. Why you are asking this? Yes, he said, Sita Guru, what are you saying? Yes, very angry. Nityananda kérdezte, hogy miért kérdeztek ilyeneket a gurútól. Nagyon mérges volt. So after the meeting, Bhagavan Nityananda called him. Yes, come. És a találkozó után Bhagavan Nityananda hívta őt. So he told him. És akkor mondta neki. If one person, hogyha egy ember, wants 1 kilo of potatoes. Egyetlen kilogram krumplit szeretne. You have to give him. Neki oda kell azt adnod. 1 kilo of potatoes. 1 kilo krumplit. First. Először. Why? First. Először. Miért? First. Because he wants 1 kilo of potatoes. Azért, mert 1 kilo krumplit akar. Second. Másodszor. Because he has no more money. Mert nincs több pénze. It's except for 1 kilo of potatoes. Mm-hmm. So don't scold people for being ignorant. Mm-hmm. Hogyha 1 kilo krumplit akar, adod azt neki, mert nincs más a pénze. Tolerate. És ne bántsd az embereket. Tolerál. Understand. Yes. So everybody asks for what they think that is the best, according to their level. Az, hogy kinek mi a megfelelő, az a szintjétől függ. But a guru is not a bank. De a guru nem egy bank. It's not an advisor for sentimental. Sentimental. With Spanish, we say sentimental problems. Yes. Ilyen nem érzelmi problémák megoldására való. It's for liberation. Hanem a felszabadulásra. Okay, the final introductory stanza, and we'll have a little break. Az utolsó bevezető stanza, és utána tartunk egy kis szünetet. Jayatu, jayatu, Parabhairavayoga, matsampradaya, siddha, paribhrita. Jayatu jayatu svapara shaktir anivarya svatantrya rupa
Glory to Parabhairava, surrounded by the siddhas of perfected beings of my tradition. Glory to his supreme power, whose nature is irresistible freedom. Dicsőség Parabhairavának, kit körülvesznek a szidhái, vagy tökéletes létezője a tradíciómnak. Dicsőség az ő legfőbb erejének, kinek természete az ellenállhatatlan szabadság. All the siddha gurus is muktananda bhagavan nityananda my tradition. Minden siddha gurúja az én tradíciómnak. Bhagavan Nityananda, Tukaram Maharaja, a középkorban, vagy Muktananda. Namdev, Maharashtra, the central region of India. Maharashtrában, a India központi részében. And glory to his supreme power, yes, the supreme shakti. És dicsőség az ő legmagasabb erejének, legmagasabb shakti. The nature of this shakti is irresistible, anivarya, irresistible freedom. Az a shakti természete az ellenállhatatlan. It's irresistible, because when you get liberation, it's irresistible, you cannot resist. Mert amikor elnyered a felszabadulást, annak nem tudsz ellenállni. It's like a roller coaster, yes. Olyan ez, mint egy hullámvasút. Olyan ez, mint egy hullámvasút, egyszerűen, amikor megindul, nem tudsz megállni. It's like this, irresistible. Grabs. Elkap téged. You cannot resist. És nem tudsz ellenállni ennek. It's the exact word, anivarya. Ez a legpontosabb szó. Okay, now we break for 5 minutes, and next we start with the scripture, real scriptures. Most jön a szünet, aztán folytatjuk a szöveggel. Om namaḥ śivāya, namaḥ śivāya. Okay, after these 6 stanzas, I wrote in prose, yes, a little additional introduction. Prózában írtam meg egy további bevezetést a 6. bevezető verszak után. Atha Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanam vistarayāmi mama Parabhairavayoga vyākhyānam Gurva Gurvartapadanam Paryaya Shabda Yoga Cha Pratisutrasya Shirshartha Sankshipta Vyakya Yogena Cha. And now begins the short commentary on the foundational principles of Parabhairava Yoga, in which I expand my exposition on Parabhairava Yoga by means of synonyms for important words, as well as by means of a concise explanation of the whole meaning of every aphorism. És most kezdődjön a Parabhairavayoga alapvető principiumainak rövid kommentárja, amiben kifejtem a magyarázataimat a Parabhairavayogáról a fontos szavak szinonimájától, valamint minden aforizma teljes jelentésének tömör megvilágításával. Azért alkottam ezt az előzetes kommentárt, hogy feloldjam a tiszteletre méltó Parabhairavayoga Samsthapanapracodana aforizmáinak lehetséges félreértéseit. Váljon munkám minden komoly spirituális törekvő javára. So, vistarayāmi mama Parabhairavayoga vyākhyānam. Yes, vistarayāmi, I expand. Kifejtem. What? Mama Parabhairavayoga vyākhyānam, my vyākhyāna, my exposition, my explanation on Parabhairavayoga. Ki magyarázataimat a Parabhairavayogáról. By means of what? Of paryāya śabda. Mi által? Synonyms. Fontos szavak, szinonimák által. The first sentence will be synonyms. Yes, synonyms, so that's why I apparently I will repeat the stanza again. Tehát az első része a kommentárnak, az első mondat szinonimákból áll, ezért olyan lehet, mintha megismételni magát a kommentet. Sometimes I can translate the synonyms by different words, yes, but sometimes I cannot. But in Sanskrit it's different, but in English maybe it's very similar. Sanskritul ezek a szinonimák egészen különbözőek, de angolul, vagy akár magyarul is néha egészen hasonlatos lehet. And the second part of my short commentary is a concise, yes, a sankshipta, a concise vyakya, a concise explanation of the whole aphorism. A második része, vagy szakasz a kommentárnak pedig a teljes aforizma kifejtése, összegzése.
Rathamiki Priti Pritir Iyan Maya Virachita Sri Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanasya Sutranyartha Tudyanarthartha Bodha Sambhavyata Pohartam. I compose this preliminary commentary in order to remove the possibility of misinterpretation of the aphorisms of Venerable Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanam. Azért alkottam ezt az előzetes kommentárt, hogy feloldjam a tiszteletre méltó Parabhairavayogasaṁsthāpanapracodanam aforizmainak lehetséges félreértéseit. So this prathamiki vritir, yes, this preliminary commentary. Ez egy megelőző kommentár. Előzetes kommentár. Yan maya virachita, yes, I wrote this, this preliminary commentary. Én írtam ezt az előzetes kommentárt. Because I don't want any misinterpretation. Mert nem akarok semmiféle félreértést. Anyathartha bodha. Bodha means knowledge. Bodha azt jelenti tudás. Artha means meaning. Meaning. Artha azt jelenti jelentés. So the knowledge about meaning. A jelentéssel kapcsolatos tudás. Anyatha. Anyatha means in another way. Anyatha azt jelenti másképp. So this anyathartha bodha, this knowledge about the meaning in another way, means misinterpretation. Tehát a tudása valaminek egy másikféle módon gyakorlatilag azt jelenti, hogy félreértés. Because you know, in this world there are a lot of teachers. Mert ebben a világban rengeteg tanító van. But most of them are not real teachers. De a legtöbbjük nem valódi tanító. They don't know in depth Sanskrit. Nem ismerik mélyen a szanszkritot. Even if they are good people, yet they can make mistakes because of their in Sanskrit ignorance. Még hogyha jó emberek is, akkor is tévedhetnek a szanszkrittal kapcsolatos tudatlanságuk miatt. That's why with the synonyms it's more difficult to make mistakes. Ezért vannak itt a szinonimák, mert itt nehezebb hibázni. For example, félreérteni. You can tell me why synonyms, why is, for example, the word karma. You know karma? Például ott a karma szó, ismeritek? Karma is not the original word. No, you karma. Know that karma is not the original word? Tudtátok, hogy a karma az nem az eredeti szó? This is a problem. Ez a... Karman. Ez a tudatlanság. Karman az eredeti szó. But because it's neuter in gender, you pronounce karma. You remove final end. De mivel ez semleges nemű, ezért a végső end nem ejtem. But sometimes you make that word masculine. Karmaha. De néha ezt a szót hinnemű alakban használod, karmaha. Because you are using that word in a bahuvrihi compound. Mert egy bahuvrihi szószetételben használod attributive magát a szót compound. Egy jelzős szerkezetben. For example, if I say tat tat karmaha, it's attributive compound. Ez egy jelzős szerkezet. Tat tat karmaha. Tat tat karmaha. Means a person who does different action or various actions. Ez azt jelenti, hogy egy személy, aki különböző dolgokat hajt végre, különböző tetteket hajt végre. Karma apart from action, karma means. A karma a jelentése a eltekintve attól, hogy cselekvést jelent. Karma. To the main disciples here, yes. Sai, you. Ritual. Rituals are the karmas. A karma szó ezen kívül rituálét is jelent. And karma means to a lot of ezen meaning, kívül three, rengeteg yes. Mindent jelent, de három fő jelentése van. The law of karma. And another one? A karma törvénye, és akkor még egy. In usage, they use karma for calling, for speaking about the latent impression. A szanszkárákkal kapcsolatban is a karma szót szoktuk használni. So if I wrote karma in the aphorism, yes, people will say, what karma? Tehát, ritual, action, this, many possibilities to misinterpret this. Hogyha leírom a mondatban azt, hogy karma, akkor számtalan félreértésre adhat le okot. But with the synonym, I specify what I meant. De a szinonimával meghatározom, hogy pontosan mire gondolok. Finally, a blessing.
Because a blessing in Sanskrit is a good wish. Végül egy áldás, mert az áldás szanszkritul jó kívánság. That's why in Sanskrit we have a special tense, a special conjugation. Not tense, it's a mood. A special mood, benedictive. Benedictive. To give blessings. Van egy a szanszkritban egy speciális módja annak, hogy áldást, vagy jó kívánságot írjunk. To have good wishes, yes. For example, may this be for the welfare of all. Yes. Például, this is a blessing. Ez egy áldás, vagy egy jó kívánság, hogy legyen valakinek szerencséje, vagy jó léte, legyen valakinek jó léte. Például. Mama kritir tirar nam sarva sadaka nam śivāya bhūyāt. May my work be for the welfare of all the serious spiritual aspects. Fájó munkám minden komoly spirituális törekvő javára. So my work is for the dhīras, is for the serious people. Tehát a munkám a komoly törekvőknek szól. Not only people, common people, for sadakas, for people who are doing sadhana. Olyan embereknek, akik sadakák, vagyis törekvők, olyanok, akik sádhanát végeznek. What is sadhana? Mi a sádhana? What is sadhana? Sadhana, feminine. It's long A. No. The thing you spiritual. Make you do the reach the final goal. Ah, this one. In general, people think that sadhana is practice. Általában az emberek azt hiszik, hogy a sádhana praxis, gyakorlatot jelent. You are doing your homework. Yeah. Sadhana is not practice. Practice is abhyasa. A sadhana nem praxis, a praxis az abhyasa. Sadhana come from sadhana. Short. Sadhana gyöke, amiből ez a szó jön, a sadhana, röviden a lényeg. Sadhana is anything leading you straight to a goal. Sadhana nem más, mint valami, ami egyenesen a célhoz vezet téged. So your sadhana in spirituality is all this process, yes, you undergo to attain liberation. Tehát a sadhana a spirituális úton nem más, mint az, ami végigvisz téged a spirituális úton, hogy elérd a célodat. Not only the practice. Nem csupán a you are studying is sadhana. Nem csupán a gyakorlat, hanem például az olvasás, tanulmányozás is sadhana részét képezi. Serious spiritual. Komoly spirituális törekvőknek. Díres. Dírák. First aphorism. Első aphorizma. I have this now. Very optimistic. The original aphorism and next the commentary. Az eredeti aphorizma, majd utána a kommentár. Sa parameśvara sadaiva prathama pade stito nityam. The Supreme Lord is always what goes in the first place at all times. A legfőbb úr az, aki mindig az első helyen szerepel minden pillanatban. Some people who were before in the previous seminar, yes, will remember some aphorism, but other aphorism will be new, because I will move the last seminar. I only reached the 25th aphorism, because I tried to do it all. Az előző szemináriumon a 25. aforizmáig jutottunk el, ezért lesz olyan most, ami ismerős lesz azoknak, akik az előző szemináriumon is itt voltak, de lesznek most itt újak, is kiválasztva. So they had to tolerate this repetition of some aphorism until up to the aphorism 25. Akik már ezt hallották, azok légy szíves tolerálják azt, hogy legyenek türelmesek, amíg olyanhoz nem érünk, amit még nem hallottak. I will move 1, 3, 4, 7, yes, not all the aphorisms. 1, 3, 4, 7, így nem mindegyiket fogjon kifejteni, hanem ki lettek válogatva. I know that you remember all my aphorisms of the October, yes, tolerate the repetition. Mert tudom, hogy emlékeztek az összes októberben kifejtett aforizmára, úgyhogy legyetek türelmesek, amikor, like with my cat, yes, amikor ismétlek. My cat. Csak viccelek. I know that. Mintha cicáimmal beszélni. And, Commentary. Sa parameśvaro dhīśo viśvaswāmi sarvadā prathamapade sthitaḥ kuladeśa yāparādhyāt
makat sarvas mat purva swasmin manasi vartate nitya mahar nisham amana amararnat. So what is Parameshwara? The Supreme Lord is the sovereign, the owner of all. It's always God goes in the first place. What resides in one's mind first of all, that is, what comes before family, country, job, etc., at all times, day and night, until death. A legfőbb úr, a szabad, mindennek birtokosa mindig az első helyen szerepel az egyén elméjében, mindenek előtt van, vagyis ő az, aki megelőzi a családot, országot, munkát, stb. Minden pillanatban, éjjel-nappal halálig. So, sah, sah is he, sah. Sah azt jelenti ő. Parameshwara, the Supreme Lord. Parameshwara, a legfőbb úr. But because in Sanskrit we don't have the article de like in English. De a Sanskritban nincs a de névelő. They use the pronoun sah, he, like an article. Ezért úgy használják a sát, mint egy névelő. So when you write sah, Parameshwara, you are not saying he, the Supreme Lord. You are saying the Supreme Lord. De amikor ezt írjuk, hogy sah Parameshwara, ennyit jelent, hogy a legfőbb úr. He is adhisha. He is the sovereign. Ő szabad. He's a Vishwa Swami, he's the Swami, he's the owner of all. Ő mindennek a birtokosa. Because the word Swami, yes, you know, Swami. Ismeritek a Swami szót? It's not the original word. The original word ez is... Ez nem az eredeti szó. Az eredeti szó... Swamin. Final end. Swamin. Swamin, a végén egy ennel. In general, the original word in Sanskrit coincides with the neuter gender. Általában a szanszkritban a szavak eredeti változata megegyezik a szó semleges nemű változatával. Because in Sanskrit first is neuter gender, second masculine and third feminine. Mert a szanszkritban az első nem a semleges, a második a férfi, a harmadik a női nem. So swamin. Swamin. Swami masculine. Swami a hímnemű alatt. Swamini feminine. Swamini pedig a női alatt. It's the same with yogin. Ugyanez a helyzet a yoginnal. Yogi masculine. A yogin semleges nemű, yogi pedig férfi alak. Yogini feminine. Yogini pedig női alak. You know yogi, yes, the yogi. Yoga practitioner. Yogi a yoga gyakorlója. You, all of you. Mindannyian ti. So, the plural is more complicated. So that's why when I put plural, in, I write, yes, for people, I put hyphen and S to simplify it. You put K, yes, something with K. A többes számot sokkal bonyolultabb, ezért általában apostroffal oldom meg angolul, vagy K-val magyarul. It's not so simple. A többes számot, mert nem olyan egyszerű. So simplify hyphen and S. Not directly S because it's not correct. So with the hyphen I specify that it's not correct, but I'm using because it's convenient. Nem közvetlenül rakom az est vagy a kát a szó végére, mert az nem helyes, hanem elválasztom. Vagy apostrófa angol esetében, magyar esetében pedig kötőjellel. Az a plural of yogi. Yogesu. The real plural is not yogis. Is? Yogesu. No, yogesu is something you invented now. Yoginaha. 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 It's complicated. Yoginaha, but yogini, the plural of yogini, feminine. It's not yoginaha, no, it's yoginyaha. 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 A többes számairól van szó, a férfi és női alakjának, a yogin szóról. Szóna. With yoga ending in short a, it's more or less simple. Yoga, yogaha. Yoga esetében, ami a-val végződik, az sokkal egyszerűbb. Yogaha. A többes száma. Sokkal egyszerűbb. Ananda, please, yes. Ananda, gyönyör. Anandaha. Long A, for example, Sena. Sena. What is Sena? Army. Sena. Azt jelenti hadsereg. Sena. Senaha. It's simple. Senaha, a többes száma. But with a short E, long E, short is complicated. De a rövid I, hosszú I esetében sokkal komplikáltabb a többes szám.
For example, guru, masculine, guruhu, guruhu, masculine. Férfi alakban guruhu. Plural. Többes számban. To the Indian people. Plural. Gurabaha. Gurabaha. Többes számban gurabaha. So it's not a simple S, it's like in Spanish. Nem egy egyszerű S, mint angolul vagy spanyolul. Okay. So, Swami is a name they used to designate monks, yes, in general in India. Swami, Swamini, means owner. Általában Indiában a Swami és a Swamini szavakat szerzetesekre használják. Owner, azt jelenti, master. Hogy tulajdonos, mester. But master not for teaching, master because they own themselves. De nem a tanításnak a mesterei vagy urai, hanem önmaguknak. Possession. Önmagukat birtokolják. And come from the word swa. Swa means my own. It's my own. What is mine? Swa. A swa szóból ered, ami azt jelenti, hogy az enyém. And sometimes they add, in some tradition, they add go. So they call the monks go swami. Egyes tradíciókban úgy hívják a szerzeteseket Goswami. Go means? Cow. Cow. Go means cow. So you say the owner of cow, what is it? Cow azt jelenti, go azt jelenti tehén. Cow a tehén what birtokosai. Mit jelent ez? No, the cows in philosophy are the thoughts. A tehenek a filozófiában azt jelentik, hogy gondolatok. They move mert like mozognak, cows. Mert mennek, mint a tején csorda. The thoughts move like cows. Úgy mozognak a they gondolatok, mint a tehenek. Nem jutnak sehova. Like the cows. Cows go nowhere. De nem jutnak sehova, csak mennek. Oh. The thought the same. Tell me, when did the thought lead you somewhere? Mondd meg, hogy mikor real vezetette somewhere. Téged valójában when? Bárhova is egy gondolat. The cows. So the owner of the cows, this is a Goswami. Tehát a tehenek ura, vagy tehenek birtokosa, a Goswami. Vagyis szerzetes. At least a real Goswami. Yes. Now, if some false Goswami. Értelemszerűen egy valódi Goswamiról van szó, nem egy hamisról. The Goswami is here, and all of a sudden your house is on fire. Oh my God, I have to save my plants. So this is not real. Hogyha például felgyullad a lakás, és valaki úgy reagál, hogy meg kell menteni a növényeket, stb., ez nem egy valódi Goswami. Right. It's not real Goswami. Goswami say, okay, it's on fire, okay, you want. Egy igazi Goswami nem aggódik, ha ég a lakás. I would lose my house, I would save it. Ha elvesztem a lakásomat, sem érdekel, mert ugyanaz vagyok. Because when the bad news is received, he controls his mind. And grab the mind completely under his sway. So the mind cannot move. The mind wants to move. Mert amikor rossz hírt kap, akkor elkapja a saját elméjét, és az nem képes ficánkolni. Okay. Always in the first time. Mindig az első helyen. What is in the first time? What resides in one's mind first of all? Mi van az első helyen? Az egyén elméjében. That is what comes before family, country, job, etc. Ami mindenek előtt van, vagyis ami család előtt, ország előtt és munka előtt. He's in the first place. Ő van az első helyen. If he's not in the first place, you are in it. Ha ő nincs az első helyen, akkor tudatlan vagy. So you have to try to put him in the first place. Ezért próbálkoznod kell őt a legelső helyre tenni. This is the path to liberation. Ez a felszabadulás felé vezető út. Before family, kula. Kula is family. Kula előtt, vagy a család előtt. Before the Shah country. Na, az ország előtt. Before vyapara, yes, job, activities. A munka, az aktivitás előtt. In one person, no. We'll put the rest first. And the Lord, maybe they have time, yes, in the church. A tudatlan emberek számára nem így van. Először a munka, család, stb. Az első, aztán majd a végén esetleg az Úr, ha ráérünk templomba menni. Don't be like that. Ne legyetek ilyenek. Soha. Ez bűn. He fell. Why fell? Because he's the only one.
Miért ő az első? Azért, mert mindenek ő a tulajdonos, a birtokosa. You are renting this apartment. Yes. If the owner comes, yes, you have to receive the owner. It's the owner. You cannot say, okay, take it out. No, it's the owner. Hogyha jön a lakásnak a tulaja, akkor engedelmeskedned kell neki, mert ő a tulajdonos. Nice. The owner of your apartment. So, the owner of all. Tehát mindennek birtokosa. Even if the owner of your ego. Még az egód a birtokosa is. He created your ego and he gave you your ego. Yes, you are very happy with your ego. Okay. It's his gift to you. Ő teremti az egót és adja neked ajándékba, hogy nagyon boldog lehess vele. Every breath is his action. Minden egyes lélegzet az ő you are alive because of him. Aktivitása. Azért vagy, miatta vagy életben. Nélküle meghalsz. So you owe respect to him first. Tehát először őt tiszteled. You don't do it because you are ignorant. Azért nem teszed, mert tudatlan vagy. You have to fix this task. És meg kell, erre kell állítani ezt a problémát. When you start to put himself in front of all, your life start to, immediately start to arrange in a special way, yeah, that everything is fixed. Everything is correct. Ha őt teszed az első helyre, az életedben észre fogod venni, hogy változás történik, és minden helyre áll. Because you are doing the right thing. Mert azt teszed, amit kell. So all this universe which is his creation, yes, immediately arranges in a position that is favorable. Ha ez az univerzum, ami az ő teremtménye, úgy fog mozogni, úgy fog formát ölteni, ami számodra áldásos. Because you show respect for the center of all, for the owner. Mert tiszteletet tanúsítasz mindennek a középpontja felé, a tulajdonos felé. So the universe reacts. Ezért az univerzum reagál erre. You receive help, yes, all of a sudden, you say, what's happening? It's like, reacts. Segítséget kapsz például, teljesen spontán, mert az univerzum reagál. So, you have a bad life and you don't enjoy your life and you say, why my life is like this? Start to do this, yes, put him in the first place. Hogyha rossz az életed, nem úgy alakul, hogy szeretnéd, akkor ezt kell csinálnod, őt rakni az első helyre. When you have a problem, yet he in the first place. Ha egy problémád van, akkor ő van az első. You will see the magical solution. És meg fogod látni a varázslatos megoldást, ami megjelenik. Aharnisha, day and night. Éjjel-nappal. Amaranat, until death. A halál pillanatai. Until Marana. Marana halál. This is the right way. Ez a helyes módja az életnek. So you are really spiritual. Ekkor vagy valójában spirituális. Common people only remember the Lord when they are in trouble. A hétköznapi emberek állandóan bajban vannak. Common people. Very low. Nagyon very alacsony low szinten quality. Vannak. So you have to be higher quality. Magasabb jellemzőkkel kell bírnod, mint ők, a hétköznapi emberek. Even when you everything's okay in your life, you remember him in the first place. So you are greater, greater, greater. Mert ha például az életedben minden rendben van, akkor is ő van az első helyen, és így egyre nagyobb leszel. You want a great life, you have to be great too. Hogyha nagy életet szeretnél, akkor neked is nagynak kell lenned. You don't have a great life, you cannot protest, because you are not great. Ha nincs jó és nagy, jó él, megfelelő életed, az azt jelenti, hogy te magad nem vagy az, akkor ne. Ellenkez. So you have to elevate yourself. Ezért önmagadat kell felemelni. You receive a better life. Hogy jobb életed legyen? There's nothing unfair. Semmi sincs, ami nem fair. It's another teaching coming from my mouth, it's my tradition. There is nothing unfair. Ez egy másik tanítás, ami az én számból jön, és a tradíciómat. No, this is unfair. Look, it's innocent. There is nobody innocent. Senki here. Sem ártatlan itt. Because from other lives coming. Mert az előző életekből jönnek mindezek. The children are not innocent. They come from another life. A gyerekek sem ártatlanok. With actions, karmas accumulate. Egy előző életből jönnek felgyülemlett karmával. That's why we see horrible things in this world. It's happening with children. You say, why? Karma from another life coming. Ezért látunk rettenetes dolgokat, amik történnek a világban gyerekekkel, karma, mert a karma jön az előző életből. Karma is a machine. Karma, az a karma olyan, mint egy gép. No compassion, nothing. Yes, it's completely fair. Nem együttérző, semmi ilyesmi, teljesen fair, mert egy gép. It's like the computer, yes? When
you receive the bill, here the computer creating the bill for you, yes, a guy, he can sum so much, okay, this money, this machine. Olyan ez, mint amikor egy gép kiállít neked egy számlát. Nincs nem fair dolog benne. You do good action, you receive good fruit. You do bad action, you receive bad fruit. There is nothing. Jó cselekedetet hajtasz végre, a gyümölcse is jó lesz. Ha rosszat, akkor pedig rossz. But the problem with karma, it's not the problem for karma. Karma is a machine. It doesn't care about your opinion. It will give you the fruit, nothing. Ez nem a karma problémája. Neki nincs véleménye, ő egyszerűen megadja a gyümölcsöt. The problem with karma is that there is a delay between the moment when you do an action and the moment when you receive the fruit. A probléma karmával az, hogy van némi idő a között, hogy megtesz, végrehajtod a cselekvést és megkapod a gyümölcsét. So you don't remember the ezért, connection. Ezért nem emlékszel és nem veszed észre a kapcsolatot. You receive a good fruit and say, why? If I did nothing good. No. 50 years ago maybe, or in another life, I don't remember. De talán előző életedben tettél valami olyat, amiért most kapsz valami jót, mert így fel. The same for bad fruits, yes. Ugyanez igaz a rossz tettekre is. That's why the yogi lives in this consciousness, that is all is fair. Ezért élnek a jogik ezzel kapcsolatosan éberen, mert mi, hogy minden fair. So he's not in conflict with the world. Nincs konfliktus a világban. Like, it's unfair. Olyan értelemben, hogy valami nem fair, valamivel ellenkezel. Someone else doesn't deserve this. No, it's valaki ezt nem érdemli meg, valaki azt nem érdemli meg, stb. You live under the law of karma is fair. Amikor a karma szabálya, hogy törvény alatt élsz, az fair. Liberation is about to escape from karma. A felszabadulás nem más, mint megszabadulni a karmától. This is right. Ez a felszabadulás. To a kingdom of compassion, yes? Not to a kingdom of machine. Az együttérzés birodalmába kell eljutnod, nem a gép birodalmába. Even if you receive good fruit, it's a machine. Még hogyha jó gyümölcsöt szerzel, az is csupán egy gép. It's like a computer, it's a, how is the matrix in the movie, yes, like a matrix. A olyan, mint egy számítógép, mint a matrix, vagy egy gép. So you are okay now, receive a good fruit, but tomorrow you will be bad. Yes. It's all the time like this, changing, it's a machine. Ma elnyersz valami jót, gyümölcsöt egy jó tett miatt, holnap pedig egy rosszat. Mert no compassion. Gép, nem együttérző. Mechanic. Mechanikus. And even at that time you say, why you are had to be compassion to me? Yes. No, it's a machine, cannot be compassion. Problémázhatsz azon, hogy valaki miért nem kegyelmes hozzád, vagy együttérző. So careful with the action. Úgyhogy figyelj a tetteidre. Because the bank is, how is it? Is implacable in Spanish. Inexorable, how is it? Inexorable in English? Inexorable? The same. The same, inexorable. Mm-hmm. The bank will never forgive you. You owe, you pay. Ja, hogy a bank sosem bocsájt meg, hogy amit megérdemelsz, azért megfizetsz. But when you approach a guru, for example, who is the personification of Paramashiva, you escape from karma somehow, yes, a little bit at least. Hogyha találkozol egy guruval, akkor aki Paramashiva megtestesítője, akkor megszabadulsz egy kicsit a karmától. So you can ask for compassion. És akkor kérheted a kegyelmet. Paramashiva is not a machine. Mert Paramashiva is not a machine. It's Paramashiva alive. Nem gép, ő él. You understand? It's alive. Érted? Éled. Paramashiva életben van. So liberation is escaping from karma. A felszabadulás nem más, hogy megszabadulni a karmától. They did some. They create some movies, Matrix, it's about escaping from the Matrix. Yes, something yes. Like this. Well, you are like Neo now. Escaping from the Matrix. Emlékeztek arra a Matrix című filmben, without akkor dark glasses, but you are Neo. But real Neo. Szemüveg nélkül mind olyanok vagytok, mint Neo. Real. De valójában. It's harder than in a movie. So és ez so sokkal keményebb, mint a filmben volt. It's not in 2 hours, like in the movie. Nem 2 óra. And you have to fight this machine. Harcolnotok kell ezzel a gépezettel. This illusion. Ezzel az illúzióval. It's difficult to escape, but it's possible. It nagyon nehéz kiszabadulni, de lehetséges. When you escape, receive all. Ha megszabadulsz, elnyersz minden. You receive all. Elnyersz minden. So all your sacrifices for escaping from the machine, yes, or it's nothing. Tehát minden törekvésed a gépezetből való kiszabadulásra, ehhez képest semmi. It's like escaping from prison. Olyan ez, mint megszabadulni a börtönből. Finish.
Ha egyszer kész, akkor vége, kész. Megszabadultál. Okay. Now explanation. Most pedig a kifejtés. Maheshwara bhava syasya sannidhanam sadhake bahula nugraha nirdeshaka midrishe mumukshau yatastat prasadam vina na kenapya nubhuta swashakti vistara lakshita paramartha digama paratvatmaka bhakti vista vishistata shasa. What is the one word? Ez egyetlen szó volt. The presence of this feeling for the great Lord in a spiritual aspirant indicates abundance of divine grace in such a person who desires liberation, since without his favor nobody can experience that special state of devotion relating to being quite intent on attaining the highest reality, which, that is, such attainment of the highest reality is characterized by an expansion of one's own powers. Alek. Ezen érzet jelenléte a nagy úr felé egy spirituális törekvőben jelzi az isteni kegyelem bőségét egy olyan személyben, aki a felszabadulásra vágyik, mivel az ő áldása nélkül senki sem képes megtapasztalni az imádat eme különleges állapotát, ami a legmagasabb állapot elérésének szilárd szándéka, amit, vagyis a legmagasabb valóság elérését az egyén saját erőinek kitárulása jellemzi. How to escape from bondage, from the machine. Hogyan szabadulj ki a kötelékből, a gépezetből? By his grace. Az ő kegyelme által. So the disciple can ask, how do I know that his grace is helping? A tanítvány feltette kérdést, hogy honnan tudom, hogy a kegyelem segít nekem? Because you are trying. Mert próbálkozom. You are trying to escape because he's helping. Azért próbálkozol kijutni, mert ő segít neked. Because you cannot have the desire to escape without him. Mert nem merül fel benned a kiszabadulás vágya nélkül. He put the seeds of freedom in your mind. Ő teszi a magját a szabadságnak az elmédben. I want liberation. Ezért mondod azt, hogy szeretnék felszabadulni. Difficult with Hungarian because I never know when he's finished with Hungarian. Bonyolult a magyarra, mert sosem tudom, hogy mikor véget. With Russian more or less I can more or less check it. Az orosz nagyjából azért tudom figyelni. So why you want liberation? Why you are here? Because he put some seed there. Miért vágysz a felszabadulásra? Miért vagy itt? Azért, mert ő ennek magját elásta benned. Elvetette, köszönöm. So he will help. Ezért ő segít neked. He's completely coherent. He's putting this here because he wants to help. No one. Abszolút koherens. Elveti benned a magot, ezért akarsz felszabadulni. That's why nobody can experience that special state of devotion about liberation, yes, about to be liberated, you don't have his grace first. Ezért senkiben nem merül fel a felszabadulás vágya, hogyha az ő kegyelmét nem kapod meg előtte. So at every moment in your spiritual path, yes, when you say, ah, but the Lord maybe forgot me. No, because if you are in the spiritual path, it's because he's remembering you. So például a spirituális úton többször eszed őthat, hogy az Úr elfelejtett téged, de valójában nem, mert azért vagy a spirituális úton, mert átemlékszik rád. So you cannot be without his remembrance. Nem létezhetsz anélkül, hogy ő figyelne rá. You are on the spiritual path, it's because he's remembering. Hogyha a spirituális úton vagy, akkor emlékszik rá. But it's common human arrogant to say, oh, I'm in a spiritual path because of me, it's my effort. De alapvető emberi arroganciából származik az, amikor valaki azt gondolja, hogy azért jár spirituális úton, mert ő így döntött. When you think like this, so you have doubts about him. You say, he's helping me or not. Hogyha így gondolkozol, akkor vele kapcsolatos, az Úrral kapcsolatosan kétségeid vannak, hogy nem tudod, hogy segít-e, vagy nem. But when you realize that all is his grace, yes, so you have no confusion. De hogyha realizálod, hogy minden az ő kegyelme, akkor nincs benned zavar. You meditate because of his grace. Azért meditálsz, mert az ő kegyelme erre készített. Nobody can sit for meditation without his grace. Senki sem képes leülni meditálni az ő kegyelme nélkül, ez lehetetlen. You see common people, yes, not meditate. They are all the time dragged, yes, by this force of ignorance, and this is his will too. Láthatjátok hétköznapi embereket, akik nem meditálnak, hanem folynak együtt a tudatlansággal, és ez az ő akarata szintén. He's so free that he says,
These people. Other people know. But him. Yes. Ő annyira szabad, hogy képes azt mondani, hogy az egyik ember igen, a másik ember nem. We cannot understand him with our little mind. It's impossible. Képtelenség megérteni őt, ami parányi elménkkel. Why these people and why not the other people? Miért ez az ember, no. És miért nem egy másik? For now, in the future maybe. No. And nobody knows the reason, because he's very mysterious. Senki sem tudja az okát annak, hogy az Úr kit miért és mikor választ ki, mert ő misztériózus. Our constant attitude is that all is unfair. It's unfair, so we cannot understand. Az általános hozzáállás az, hogy valami nem fair. Everybody dying is always unfair. Every person dying is unfair. Every person suffering is unfair. Bármilyen ember, aki szenved vagy meghal, there's something there. Az unfair. Some reason. De van valami oka mégis. But we cannot understand. De nem tudjuk megérteni. It's like trying to understand the CPU of the computer, yes? Olyan ez, mint megérteni egy számítógép processzorát, lehetetlen. Mert nullákkal és egyesekkel beszél, nem emberi nyelven. So you cannot contact the CPU directly. Ezért nem tudod megérinteni közvetlenül a processzort. Save your massive programmer. Hozzá. Kivéve, hogyha egy komoly programozó vagy, akkor esetleg. You need some operating system. Szükséged van valamilyen operációs rendszerre. Linux. Like the interface, like the middleman in this, grabbing information and translating all the time. Közted és a processzor között szükséged van valamire, ami fordít. This is the, like the guru. És ez a guru. The guru speaking human language is thing that come from him, in not human language. A guru emberi nyelven mondja ki azt, ami benne feltárul, nem emberi nyelven. Some people don't need the guru, very few people. Don't need the guru because they can contact directly Parabhairava. Egyeseknek igen kevesen vannak, nincs szükségük gurura, mert közvetlenül képesek kapcsolatot teremteni Parabhairava. Very advanced disciples. Nagyon-nagyon magas tanítvány. Because they were very great disciples in previous life, so they don't need guru now. Ennek az az oka, hogy nagyon komoly törekvő tanítványok voltak előző életükben, úgyhogy most nincs szükségük gurura. So they don't need a human guru with. Nincs szükségük emberi gurura, mert közvetlenül kapcsolódnak but az Úrhoz. Only a few. De csak kevesen vannak. But the most of the disciples we need a human guru. A legtöbb tanítványnak szüksége van egy emberi gurura. Because they don't understand he means. Mert nem képesek őt megérteni belül. He's speaking to you. Ő beszél benned, mindegyikőtökben, de nem érted. But you don't hear him. És nem hallod őt. You have thoughts. Mert tele van az elmén gondolatokkal. Even when you hear something, yet you don't understand why. Még ha hallasz is valamit, akkor nem érted, hogy miért is mit mond. He can tell you things like, sometimes in dreaming, he shows you something, yet he shows you. Például sokszor álmodban mutat valamit. It's a dream, oh, it's a dream. Csak azt gondolod, hogy ez egy álom, pedig nem. It's very mysterious. Nagyon misztikus. So, because you don't understand him, so he appears like the guru in front of you. Mivel nem érted őt, ezért ő megjelenik, mint guru előtted. It's him. Ez ő. But with the body. De testtel. And with human language. So you understand. Emberi nyelvvel. Ah, now I understand. So, és akkor, trick. Na most már értelek. Ez egy trükk. They say in my tradition that the Shiva inside will try to contact you three times. Shiva belül az én tradícióm szerint háromszor not próbál kapcsolatba lépni veled. To this. Tedd ezt. Ilyen irányba. No, erre megy, ne arra. So, de nem érted. Try to contact. Háromszor próbálja ezt meg. You cannot understand him, so he will send you a human guru. Hogyha nem hallod ezt meg, vagy nem tudsz erre reagálni, akkor küld egy emberi guru. So he will start to stimulate in you the needs of a guru. Yes, I need a guru. Why? I don't know. I need a guru. If he needs it. Ő az, aki belül feltámasztja benned azt az érzetet, hogy szükséged van egy gurúra. És akkor a guru megjelenik. And after many years with a human guru, you will realize that you were said the same thing before inside. And you say, I heard this before. Yes, but you couldn't understand. Az emberi gurúval töltött évek után rájössz, hogy ugyanezeket, amiket az emberi guru mond, te már hallottad korábban belül, csak nem értetted. So the final experience is in you.
De a végső tapasztalás benned van. Érted? You. Benned. But this moving around with the guru because you are not ready for understanding. De azért kell a guruval lenned, mert nem érted. You can understand him directly, you don't need guru. Hogyha már képes vagy megérteni őt közvetlenül, nincs szükséged guruval. So when the disciple is very advanced, yes, some disciple can say, okay, now I don't need him. They continue by themselves, but they're very advanced. Például több olyan tanítványon, akik képesek közvetlenül a hallgatni a zúra, és nincs szükségük gurúra. És mondhatják azt, hogy nincs szükségünk gurúra, mert képesek egyedül menni tovább. I did something like this. My last 13 years before liberation, I was completely alone. But I was very advanced. Az utolsó 13 évenben teljesen egyedül voltam. It's only between me and him. Ez csupán csak közte és köztem zajlott, senki más nem volt benne. But before I needed 14 years with the acharya, with teacher, human teacher. De előtte emberi tanítókkal voltam 14 évig, mert szükségem volt rájuk. Till you can understand him is. Egészen addig, amíg meg nem érted őt belül. From that time on, you receive all the teaching from him. Egy bizonyos ponttól kezdve minden tanítást belülről kapsz. And if you want from outside too, yes, it depends on your. Ha akarod kívülről is. A vágyaitól függ, az én esetemben én inkább ezt nem akartam. But you receive from outside and from inside are the same. De amit kapsz kívülről és belülről, az ugyanaz. I have to be very advanced. De ez nagyon fejletnek kell lenned. Okay. Now we have a lunch, 1 hour. Most jön egy ebéd, 1 órás. It's a good, it's a big, long relax. Ez egy jó nagy relaxáció. And next we'll continue, accelerate more with the... It was very optimistic for it. I will accelerate more because I have to explain many things. Yes. Possible to... Nagyon optimista voltam ezzel a 40-nel, de okay, számtalan dolgot kell kifejteni. I can drop the Sanskrit explanation, you have to accelerate, but anyway the other thing I have to explain. El tudom hagyni a Sanskrit kifejtést, hogy gyorsítsunk, de ennek ellenére sok dolog van, amit meg kell beszélni. Okay. Om Namah Shivaya.